Mahalo. Ugyanazzal, ugyanott tartunk ezt. Mahalo. Most megint le kell tölteni, mert az nélkül nem lehet elindítani a játékot. Miért kell resi? Miért kell random resi? Ki vagyok akadva ettől. Vagy meg mindig jó volt, működött rendesen a játékom. Minusz egy live. Minusz egy RP-szitu, fél órája szarakodunk. Ő mondok. Nem bírom. Örülök, hogy pikpak letölti, érted, mert pikpak megvan. De most megint itt mindent össze-vissza le kell tölteni, meg... Á, Istenem. Nem bírom ezt a üvegekkel. Köszönöm a lájkot, ez megnyugtat mondjuk. Nem bírom. Csináld már te! Gyerekek! Mi ez? Hol élünk? Há. Most érted, fegyver minden ott van. Motorokkal csináljuk a rablást, ezt egy ilyen. Ne? Most se tölt be, akkor ennyi volt már. Vagy nem mindig fog live-ot, ameddig ezt meg nem oldódik. Srácok végigviszik az RP-t, az cső. Minden szókot kapunk ezt. Csináld már. Bazd meg, nem hiszem el, nincs itt a izé. Roli, gyere már ide. Roli, 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 Roli. Mi kisebb te? Köszönjük, kisebb a hangodat, folyam, te buzi. Roli, küld már át Facebookon, ha. Azt a kódot. Ja, kösz. Az meg megint izé nélkül. Jó, most aki nagyon gyors volt, az leállítja egyesével, bemásolgatja, úgy tud felmenni a szerverre. Roli újra lekért. Nem tudom elindítani úgy, hogy nem nincs letöltve, nem lehetünk elindítani. Bazd meg. Ahogy álltok az RP-vel amúgy. Csau Tamás. Mi az, hogy izé? Mentem. Üdvözlök mindenkit. Hello. És sziasztok. Mindjárt stroke-ot kapok, az van. Körülbelül. Ha megint nem tudok felmenni, akkor nekem már ennyi volt, én akkor idegbajt kapok. De minek kell? Resi. Volt valami változtatás legalább, Roli? Mert ideges leszek. Hely, hát ez hogy néz most ki, hogy ilyen nagy izé változtatások? Itt a vége a dalnak rá. Miért nem megyünk fel a szerverre? Legalább tölti be. GTA Citizen.
Jönnek a skriptek. Hát vele távol egy kávé szép volt. Nem hiszem el. Keci. Gyerekek, ez mi? Se escape. Se F10 az van mondjuk. 27-es. Vagy izé. 54-es vagyok elméletileg. Tehát nem dobott még fel a szerverre. De ennyi volt, többet nem tudok RP-zni, vagy mi? Nem tudok többet RP-zni, gyerekek. De bazd meg, mert elfaszomnak elegem van ebből. Minek kellett ez a refi? Minek? Minek? Istenem. Jó van, gyerekek, ennyi volt, nem streamelünk többet ilyen szart. Fasz, tele van vele. Istenem, mindjárt szétütöm. Ezt a forst. De erre se reagál, érted? Igen. Hát faszt érdekel. Ugyanezt fogja csinálni. Gyere már vissza, te csöveste. Ennyi volt, srácok. Köszöntöm a figyelmet. Én ma nem live-olok. Semmi kedvem ez. Megnézem, hogy mit fogok csinálni, ha újra telepítem, de hova, minek? Hülyeség, úgy is ugyanazt a szart letölti. Ugyanazt a fost. Minek telepítkessem újra? Soha senkinek nem oldotta meg egy újra telepítést, tehát ez ugyanazt fogom letölteni. Letöltöm, letörlöm, tessék, eltávolítás, igen, eltávolítok mindent, igen, igen, uninstallálom a fájlomat. Tessék, minden kitörölt, ennyi volt, megszűnt, vége, innen is eltűnt, nagyon jó. Na, beírom, hogy kivem. Mi van itt? B. Most töröltelek ki, te bána. Érted ezt? Most töröltem ki, figyeld? Nem látjátok, most töröltem ki. Azt beírtam keresőbe, hogy fájvem, azt el tudom indítani. Hagyjuk már, azt most újra telepítette magát, vagy mi? Meg most miért? Ezt a szart. Hát öcsém, előbb 40 megabájtal szedtek. Na srácok. Nézd meg, most kiírta. Jó, adok képet. Tessék, kiírta. Mindenképp rá kell mennem arra, hogy igen, de akkor megint ugyanez lesz. Le kell tölteni 1200-at és 60-at ki kell törölni. Tessék, most letöltöm megint ugyanazt. Letöltöm harmadjára ugyanazt, de már mindjárt idegenes leszek most. Fú, geci. És mi van akkor, hogyha... Fú, bazd meg. Nem leszem. Pedig milyen jó lenne, érted most egy jó bolt rablás, vagy valami. Az most nem fölbaszott. Ciao Józsikám, szar az egész. Egyszer. Hát, én mindjárt sztrókhoz kapok, komolyan mondom. Jött egy restart, ugye restartolni kellett a szervert valami miatt. És nem tudtam visszalépni, aztán szar az egész, hogy törölgetni kellett dolgokat, de anélkül meg nem megy a játék, de azzal sem megy. Ez szar. Ideges leszek. Nem tudom, mi legyen. Fú, geci.
Ezt a szart vazd meg. Hát azért annyira nem, de most már ideges vagyok, happy bazd meg, hát nem megy ez a szar. Hatszor töröltem cashmapát, anélkül nem megy, újra telepítettem azt a szart is, restartoltam a gépemet, a live-ot félbehagytam, érted? Egyszerűen addig jut, majd nézd meg, mindjárt megmutatom. Figyelj, kapkodjál, vagy vigyázz, öcsém. Istenem. Na most miért nem indul el a fájbem? Ezt a csöves szarta. Na, elindult a fájbem. Ilyet ezer éve nem láttunk. Fogom, baszok rá egy ilyet, hogy ne lássátok. Persze, hogy nem a szerú a hibás, mert mások fel tudnak menni. Szóval, Dani, azt most megyek föl, figyeljél, öcsém, figyeljél. Mutatom a tüneteket, ha egy érdekel egy picit. Geci. Marad. Streamelném a jó Westside-os RP-ket, érted? Meg minden, egy tökre jó közösséggel. Azt mi van? Mi van? Nem bírok fölmenni a szerverre. Aztán én eltelefonozgatnék, simán meg ilyenek, néznék valami filmet, leszarom. Elmennék péntek este van úgyis, barátokkal. De nem, nem. Mindjárt hülyét kapok, ezt a jaktrablást meg kéne nézni. Na, eddig eljutunk, itt átlépünk majd ugye túloldalra, és eddig jutottunk eddig. Nem tudtam, fönt se írt, hogy spawnolás, se enter, se semmit nem kell. Sőt, tényleg ez az enterezős rész teljesen kimaradt. Tehát, hogy a karakteremet nem olvasta be, vagy nem tudom. Lehet, hogy kéne hozzá egy Discord. Eddig is volt Discordom, hogy nem is értem, akkor most miért akart ezzel szórakozni. Csak figyelj meg most. Mert ID-t kaptam, fölismerte a rendszer, hogy én vagyok a Simangeza. Na most már ott írja a dolgokat, ugye? Mert nem látják és játszanak. Ja, a picsa. Majd nem tudom. Remélem azért jönnek. Jobban nem akarnak válni még az ajtóban. Be van kapcsolva, jaj, jaj. Jó napot! Addig én most még itten viskodom, jó? Igen, mert a karaktert így ismeri fel. Vágom. Ti csináljátok, srácok? Na és eddig jutottunk. De akkor csinálunk egy olyat, hogy... Disconnect. Utána megvárjuk, amíg lelül, mert megvolt, úgy indítottam el, és aztán kellett neki egy resi. Ajajajajajajajajaj. Lehet szerintetek már a dolog? De még lövi le a dolgokat. Vagy lehet már befejeztem, nem tudom. Megvárom, amíg lelövi a dolgokat. Nem, mert most történt, tehát 20 perce, resi óta szarakszik. Nem bírok, egész kor abba hagytam a live-ot, leállítottam, újra indítottam a gépet, kitöröltem a cache mappát, ahogy mondták egy páran. Nem segített, újra kellett mindig telepítenem. Aztán ennyi. Most megnézem megint, mert most megint be vagyok lépve a Discordba, csak most meg is van nyitva a Discord mellé, de hát nem is engedne fel a szerverre, hogyha a Discord. Tehát, hogyha nincs bekapcsolva a Discord, a szerverre se jöhetnék fel, mert whitelistes és az a Steam kell hozzá, meg a izé. Föl se jöhetnék. Eddig se jöhetnék el. Kiírná, hogy nincs whitelistem, ugye? Tehát nem értem. Szevasz, zombi. Semmi extra. Látod, itt izé van. Copás. Na nézzük, meddig megy el. Már mindjárt ketté töröm ezt az egész rendszert el. Kibukázom el. Mert eddig scriptekig előbb is eljutottunk. Na, ez már valami. Egyik kollégával. Nem, eddig olyan így eljutottunk. Na, most meg jó. Ezt érti valaki? Mert én se. Na, hát eddig jutottunk, gyerekek. Ezt most nem értem. Tehát, hogy... Mondom. Tehát ez kész.
Tyúszér, azt kérjük, hogy örülök neki, hogy működik. Se szöges drót, se autó, se semmi az ég egy adta világon, ne legyen rá. Abba az irányba. Balra, innen balra. 4017 fele. Ami itt van a bolt, mert... Hogy csináltad meg? Kösz, nem tudom, mit csináltad. Illetve rádiózzal, hogy kinézek. Hello, hello, itt a túlsztár vagyok. Hogy fejbe lőnék, de nem. Halló, rádió, hall engem valaki, csövesek? Vagyunk már. Menjenek el az autó, és ne legyen se szöges bolt, se semmi van a kodál. Miért lett rövid hajó a csaj? Jobbra is van egy rendőrautó. És még. Menjen el minden a környékre. 500 méteres közelben. Figyelj, már menj meg egy kicsit hát. Na uram. Igen, szabadítok. Mi van hát? Mi történt, hát mi vagyunk? Halló? Gyors, elmondom. Nem, ma még picit. Magának rövid... A csaj mióta... Nézni a falzsebet. Jó van, a csaj mióta rövid hajú hely? Mi van? Nem most rövid hajú vagy... Hosszú hajú? Mi van? Mi hosszú hajú? Ki? A csaj. Igen. Hol az el, képzeld el, te nálam rövid hajú vagy. Na mindegy. Ajaj. Működik minden. Ja, tehát akkor 500 méteres körzetben hagyják el a körzetet a rendőrök, illetve akkor bárra szeretnénk fullos szavadutat, ahogy már a társam is elmondta. Tessék. Mi lett a kasszával, ha működik? Biztos működik, nem tudjuk. Hol van a kollega, aki csinálja a kasszát? Figyelj már ide, most letakarom a fejedet, szóval jó? Csak a jó. Most a fejedre húzom ezt a dobozt, nem látsz ki. Nagyot. Nem látod most a fejemet, mivel doboz van rajtad. Jaj. Arra semmi két ne legyenek, és jobbra meg... A mögöttünk lévő rendőrautó is húzzon el a picsába. És ezek szerint van mögöttünk is egy rendőr. Bazd meg, hogy nincs rajtam. Miért ittem meg azt a kúra persgőt el? Most ezt a dobozt nem veszi a fejemről? Nyugodj meg. Gyerekek, én úgy berúgtam el. Dobozt leveszi a fejemről. De nyugodj már le ott hátul a sarokba, te! Ígeti... Találtam egy pezsgőt, az kicsit... Juhu! Jó van. Ez egy ébét tartozó nagyobb kérdés. De szenez. Sérthető, hogy elmennek a helyszínről? Jön még egy gestapo. Azt mondták, hogy a bolt mögött van egy kocsi. Éget. És az miért megy a csaj rövid hajú? Hátul a kerítés mellett. Hátul a kerítés mellett áll egy rendőrautó elvileg. Itt van hát. Hátul a kerítés mellett. Olyan nehéz egy szabadút? Most ment el, ami itt volt hátul. Miért akarnak minket becsapni állandóan? Na jó van. Meg vagyunk, srácok. Ezt a rádiót elkérhetem, hölgyem. Kell az még magának? Szerintem többet nem akarunk magyarázni a kollégáinak. Adja már ide. Jó? Azt szépen elkérem. Te figyelj már ide, fölraktam oda a szekrény tetejére. Bemész most hátra. Nincs nálad a rádió, úgyhogy nem tudsz rádiózni se nekik, hogy mikor megyünk és hova. Meg az... Most... Könnyeken még mindig itt szirénázik egy szar. Na jó van, akkor szerintem te meg menjél be hátra, azt a túszt kérdezd meg, hogy mi van vele. Szóval azt még rádiózza le a hölgy, hogy elhúz innen. Jaj, de szar vagy! Utánam jön egy... Én el tudtam menekülni később. Utánam jön. És utánatok ment el. Várjál. Utána egy autó meg egy motor, de nagyon lassúak. Lehet, hogy meg lesz mindenkinek. Jó lenne. Van helikopter? Volt helikopter? Valaki itt eljött mellettem. Jön mögöttem egy. Az baj. Valaki itt eljött mellettem. Ő jól van. Én teljesen átvágok mindenem itt. Én is. Csak nem akarom, hogy rám ragadjon az, aki követi a
azt a két elmegy, nem tudom, talán Sven. Igaz, én Zsák utcába mentem véletlenül. Ó, vannak mögötted? Halló? Ali, itt raboltad most? Igen, igen, éppen menekülök, de amúgy megint rövidhajú vagy, és nem értem, hogy miért. Van egy rajtam, nagyon-nagyon rajtam van. De én meg most jöttem vissza amúgy a városba, mert szarakodott az egész fájvem, meg ilyenek. Nem volt szó, lősz. Jól van. Nem zavarlak, 9-kor lesz a verseny, szóval meg ráértek. Oké, és csok-csok. Én valószínűleg lerásztam őket. Kivéve, hogyha még rám fognak csatlakozni. Mert az viszont nagyon hát amúgy... Az lehet, is esélyes. Lehet én is el tudtam menekülni, mert... Rajtam van. Csak azt nem vannak, és nála van a lóvé. Nálam van, már ez itt szomorú. Haha, nálam van mindent. Na, ez jó, jó. Na jó van, én szerintem akkor elnézek motelhoz. Lerakok mindent, meg ilyenek. Nem tudom, merre mentek. Valaki, kin vannak? Hány autó, hány egység? Rajtam nulla. Rajtam is. Nulla. Akkor a Svenem van mindenki. Sven rajtad hányan vannak? Mi? Svenci? Szerintem elkapták. És a Rolival mi van? Roli az elment. Elment már régen. Hova? Nem tudjuk. Városba le. Városba le. Ez hülyeség. Elment. Esik, hát előttünk ment el. Biztos? Elköszönt és elment, jaj. Igen. Mora miért volt akkor az a kurva? Még indexelek is, hogy erre jövök amúgy, mekkora jó vagyok már, nem? Baznak, be kéne oda hajtani, hát. Hallok meg. Megpróbálok elbújni. Én leléptem, hát. Én leléptem. Megpróbálok elbújni, de én hallom még. És miért esett ez ide be, ez a csöves? Szekrény. Szekrény. Oh no. Beveszünk egy kokaint. Csak hogy legyen shieldünk. Miért szívja a kokaint? Ezt nem is értem. Nagy egy srácok, aki még nem tett volna, hogy nyomjon egy lájkot. Farmos, elegánsba. Ez így ciki? Most így kimenni. És rakjak le ide mindent, vagy menjek a bázis fele? Pazik, de nem is ide kellett volna jönni. Miért a motelhoz jöttem? Át kéne mennem a farmhoz valahogy. Full civilbe át, ezért vergődök, jó? Tisztelet! Halló! A farm fele el tudok szerintetek menekülni? Vissza a farmra, bázisra? Én a farm melletti ruhabolthoz zsalok. Aha. Remélem, tudjátok, hogy azért kell egy kis időt hagyni, hogy mi van. Tehát, hogy egy kis ideig nem lehet átöltözni, meg ilyenek motort váltani. Hát nem, de én is átöltöztem már, csak van ennek egy időkorlátja. Nincs senki mögöttem, akkor érted. Azt sem tudják, mi van velem. Én úgy be vagyok okózva, bazd meg. Hallod? Mi menekültél? Hát még most is. Az komoly. Öcsém a szembe sávba jött egy izé. Mercedes, vagy izé, valami narancssárga autó, he. Hú, nagyon hullámzik a talaj, gyerekek. Kinél volt a többi pénz? Az, hát a Sven szedte ki a szépen. Ja. De összesen 4008 körül jött ki, nem? Ja, annyi van. Igen, akkor nálad annyi van? Aha, annyi van nálam. Akkor kifasztottak a... Akkor az egész megvan. Csak a Roli meg úgy volt, hogy nála vannak a kasszatörők. Igen. Azért lett volna jó, hogyha ő is kitöri. Nem sikerült neki. Az összes beletört? Most éppen elbújtam. Ki az? Bújtam, ez a Sven vagyok. Ez a Sven? Hova bújtál el? Mindjárt mondom. 5001 és 4010 közötti úton. Srácok, nagyon nagyot ugrattam véletlenül. De jól vagy, he? Ah, olyan minden oké is. Látlak a térképen, mindjárt elindulok.
Jöjjön mellett, hogy vannak körülöttem, és be vagyok zárva. Mindent lepakolok. De utána megyek. Én farmerosba vagyok, már most gyors lepakolok, aztán annyi. Szirénát hallok farm körül. Az ciki? Én nem hát hallok szirénát. Átöltöztem is gömb. Most már én is hallom. Hát én átöltöztem, letettem a motort. Bent vagyok már, úgyhogy le tudok rakni mindent. Megyek értesz, van. Köszönöm szépen. Egyszer majd csak nézz körbe, aztán hogyha nincs itt senki, akkor valamerre elmegyünk. Kimosatom a lóvét. Az egyik farmos autóval most indultam a farmról. Fölmegyünk paletóba, váltunk ruhát, meg váltok autót. Már készen vagyunk ezekkel. Váltok autót, meg kérek egy szerelőt. Átöltöztem farmosba. Mennyi... várjátok. Mennyi idő alatt törte fel a Sven? Nagyon gyors volt. Max 4 perc volt. 2-3 perc volt szerintem. Ahhoz képest, hogy elsőre csináltam. Ügyes volt nagyon. Ügyes. Bekkor ez a telefon, te? Megyek, tolok egy farmat, jó? Megyek farmra. Hát most néztem meg, hogy amivel elindultam, autó az közepes állapotban van. Jó, hát már nem menekül, szóval nincs gond. Én is átöltöztem, még a motorom vagyok, okay. Elkaphatnak. Hát megállítni megállíthatnak, motorra, hogy ilyen motorral menekültek. Hát jó, de... Hát a maszkod, tedd bele a motorba a maszkot, hogy ha megállítanak, felvedek, akkor pont egy ilyen maszkot, nehogy azt tudják mondani. Nem baszták ránk a nyomkövetőt, és én most elindulok izé fele, paletó fele, de akkor itt lenne a kereszteződésben, Balázs, megvárlak a benzinkútnál. Halljátok, itt látok valakit, aki a kirabolt bolt fele van. Hárman is vagyunk itt. Itt vagyunk pont hárman. Hárman, ja. Balázs autóval velem szemben. Irány a paletói ruhabolt. Megyek a farmra. Most elmész? Akkor minek jöttem ide? Hogy izé, meg kell nézni, hogy van itt valaki, de nincs már egy csak kivákadtak rólunk. Sven ott balra, ahol voltál, amin jöttem úton, ott azon van egy ruhabolt. Én is arra mentem. Jós oda, majd visszamegyek. Az közelebb van, ja. Van Sandybe garázs, ami rendes garázs? Van. Uh-huh. Akkor én oda kirep majd egy szerelőt. Sőt, nem, majd paletóban, mert Sandybe volt rablás. Én ide bejövök a publikba, váltok gyors egy autót. Honnan patulám? Én elmegyek a farmra, bezárkózok házba, és akkor meditálok egy kicsit. Sokkal legyünk. Jó reggel. Hát nem kell tudom. Igen, igen, maga is? Igen. Közúti ellenőrzés lesz, illatokat kérnék. Azonnal már is minden. Igazolt a szukcok. Tessék. Zék Molisz, oké. Jogosítványt kérnék, fogalmit. Rendben. Jó napot. Itt a jogosítványom. Van, megvan, jó van, rendben vagyunk. Itt fogalmit kérnek még. Hát egy pillanat. Csak az itt van az ülés jó, alatt jó, szerintem. Jó. Haha, rábasztatok! Hú, nem tudom melyik az. Dokumentumaim. Akkor szerintem ez. Így, akkor én is énekelni fogom. Várjuk, meg kicsit sok van, és itt vannak a traktoroké, meg mindennek egy pillanat. Csak nyugodt. Így, geci, csak van erről forgalmim. Nem lenne erről forgalmim, az ciki lenne, gyerekek. Hát akkor már csak ez maradhat. Bazd meg, nincs erről forgalmim. Az ciki. Baszlan, meg lesz a... Igen, egy pillanat, csak nagyon sok járműben van. Hát még azóta nem mentél te?
Miszél használ neked a farmunkra? Teszek? Miszél használ neked a farmunkra? Ó, elnézést, nagyon beszélnek itt a rádióban is. Azt mondja még egyszer, legyen szíves. Miszél használ neked e békés farmra? Ja, itt mentek valami ilyen fegyveres rablók, motorkalékpállal. Azt megláttuk itt annakat, azt gondoltuk, igazoltassuk, hogy mi van. Ja? Hát, nem ó, tudom. Elhívtak minket előszítésbe, hogy gyerünk. Megyek, kollég, adom, itt van, megvan. Tessék, uram, itt van, most találtam meg, ne szórakozom, mert tessék, itt van, odaadom az ablakon helyen. Rendben, köszönöm, viszlát. Vétel rádió, véletlen rádió, kihez mentek? Mindenkit akarok hallani valami infót. Én, akkor kezdem én, Sven, kint voltam a robotbolt közelében, elmenekültem onnan, már is hát ott bújtam el, aztán mentem dualboltba, ott hát még a boltban a túlszágyaló meg a túlsz, megláttak, majd utána küldtek egy rendőrautót, most pedig bejöttem a palettói dualboltba, utána lerakom a motort, és hívok egy szerelőt az Audi, a Mercimhez. Engem most néztek át, én tiszta vagyok, valakire elmenjek, érted? Jöhetsz, ha gondolod, igen. Jó van. A túl igaráshoz. Én jöttem ide a farmra, láttam a rendőröket. Egyenesen ide jöttek hozzám, he? Jaj. Elkezdtem játszani az ártatlan. Hát nálam semmi nincsen. Mit keresnek itt ezen a békés farmon? Nagyon jó duma volt. De már lehet, hogy karbantartó leszel, he? Srácok, így kell ezt csinálni. Hát... Amúgy nagyon bénák voltak. Én kinyitottam a szívet, meg elmenekültem, és még csak kertész vagyok, hát. Hát nem tudok változtatni rajta, azért majd kérnem kell engedélyt. Értem. Nem működik hát olyan profi domamester vagyok, hogy az angyalok tanulhatnának. Feléd jöttek a rendőrök? Hozzád jöttek erősítésért? Kiért? Hova? Mert mondták, hogy erősítéssel elmennek. Jaj. Erősítés kell. Srácok, egyébként én most bebújtam a paletói publiknál, abba az ilyen kinyíró ajtós helyre, egyébként ez is tök jó búvó hely lehet. Tudom, voltam ott. Majd, hogyha látom a GPS-en, hogy össze, akkor kimegyek. Hogyatok, én mindig azt jelenem ki rablásnál, azt a garást ott bent a városban, a gazdag negyed alatt. Mindig azt jelenem ki. És eddig, amikor azt jelöltem ki, el tudtam menekülni mindig. Ruhababa megyünk, mert akkor felhúzom szóval a farmosokát. Szóval ez a bolt, ez jó. Miért te beraboltál? Nem, feketébe doboltam, aztán most elhúztam, mondom, meg, hogy ide jöjjenek, de akkor jó ez. Szuper. A én zöld rekordidő alatt megvoltam úgy a szép. Az egy autó? Kívül, hogy... Az mi volt ez a Raptor? Lehet, hogy külföldi. Külföldi? Aha. Az hogy lehet? Szavasz, Péter! Néha vannak ilyenek. Nyomjatok már egy lájkot! Ja, mondjuk azt már elintézem egyedül. Hova, mi? A kisvigyesbe le kell mennem telefont meg rádiót venni. Benne is nálad? Hát az van, hogy én a túsztól ugye rendesen elvettem, nem csak kidobtam és összetörtem. De amúgy tudtam, rendesen már elvettem, az én inventorémból kitöröltem. Vagy a sityakot a ruhaszedbe. És igen. Úgy most már nincs nálam. De így még lehet beszélni rádión az igen. Igen. Hogyha hát előtte veszük fel a kalapot és úgy. Megveszük utána a ruhát. Hogyha csak kidob, akkor ez azért van, mert a Steam meg a Discord az kell hozzá. Nyomjatok már egy lájkot, ne legyetek már irigyek, te! Itt vagytok 17, aztán 7 lájk van. Már beraktam a mosodába a pénzt. Hallod? Sven. Sven. Kurva életbe. Sven. Halló, hallotok rádión? Hallok, igen, csak ja, mit akartam mondani? A fejembe elbúviskoltam. Jó van. Igen, hallom. Valaki tud adni kölcsön $120? 180-60 nálam, hol vagy? Itt vagyok a farmnál. Mindegy, nem kell, mert van egy kis adósságom. Jó, ja, nem kell már, mert megkaptam a óránkénti bónuszt.
De hát ez borzasztó, hogy így van, ez perfect timing. Fejem erre az angol. Így van, fú, nagyon idegesítő. Kapcsolni. Tessék. Csak hol kell? Nem. Na mit szólnátok egy izéhez, egy Big Bankhoz, vagy egy nagy túlsztár, nagy, vagy menjünk már izét, keressük már meg a másik csapatot, azt legyen már egy banda háború, gyerekek. Ja. Ez kéne. Vagy egy túlsztráma. Ne. Megvan, össze lehet kötni, de lehet egy túlsztráma is csak az ellenfélekkel, a másik csapattal. Ja, ja. Na, akkor mindenki... Tőlük elrabolunk valakit? Hát, miért nem? De, így gondoltam én. És akkor lelövöldözzük őket, meg ilyenek. Hogyha olyan van. Van egy kicsit OP fegyver ennél a kis pisztolynál? Szerintem. Hát nekem is izé van, várj, én is kiveszem amúgy a szépből. Akkor nekiálljunk randalírozni? Lehet. Az lenne a vicces, hogy a másik bandának a főnökét kapnánk el, mert akkor nullára levinnénk őket. Hogy maguktól kell, és akkor nagyon gyengék szerintem. Peti, akkor nyisd meg közben a mindjárt mondom mit. A feladatkezelőt. És nézd meg, hogy hány százalékon vannak a dolgok. Rablósba ölt ezeket? Ezébe? Motoros rablósba? Látok. Harci pisztoly. Ez, hogy még mindig keresnek a rendőrök. Az viszont szomorú. Tessék? Kerestek már hogyha... senkit. Hát öltözz át. Nem tudom. De hogy ugyanabban a ruhában. Szerintem én felveszem azt a ruhát, ami... Hát nekem még motoros ruha kéne. Hallod egy... Mit? De az a motoros ruhában én abban raboltam. Ja, hát... Akkor vegyek másikat, vagy mit? Nem tudom. Hallod, addig berakok egy sima pisztolyt a szépbe, és kapok egy géppisztolyt. Csak a háborúra. Felőlem, oké. Csak ez nagyobb érték. Nagyobb érték? Hát jó, én adtam rá cuccot. Tudom, úgyhogy adok. Biztos, hogy sima kis pisztolyod van? Szép, merre van az emeletem van fönt? Hogy alul? Alul van a főbejárta a szembe. Köszi szépen. Nincs mit. Hallatok el? Hallom. Hát csak így meg tudod most nézni azt, hogy hány százalékom van. Srácok, mi lenne, felvennétek azt a izét? Gyerekek. Ezt, ami rajtam van. Azaz, ezt mindenki vegye föl, meg mellé golyálló az zsa, mert ugyanígy néz ki a másik csapat is. Akkor felcsesszük őket, meg aha, a zsárnyákokat. Haló, segíthetünk valamiben? Ki az? Ki van az ajtó előtt, he? Én voltam, de elálltam már régen. Ja, te csöves, öltözz el. Na? Motorról mehet a penta, gyerekek. Jaja. Sven, neked hol a motorod? Garázsba. Nekem még publikban van. És elmondanád, hogy lehet kikapcsolni ezt az idegesítő marhaságot? Az angolra átváltást? Igen. Azt hiszem lent a HUN feliraton jobb klik. És ott valahol... a maszkot. Ott valahol lehet. Azt hiszem... Ott valami gyors gomb, vagy valami ilyesmi. Az... gyere Discord! Miért öltözött át ez a csöves? Hát ez egy buzi. Esküszöm, hogy ez egy buzi. Hol van a fegyvered? Mi? Fegyver ilyenek? Sven. Bazd meg, golyvállót nem vettem fel. Köszönöm a 8 lájkot, srácok. Mehetünk, Sven?
Hallani engem rá? Várj picit, léci, várj picit. Ja, jó. Na? Vandarillozunk rá. Merre lehet a gamorának a székhelye? De hát kész voltam. Megszök. Na miért nem veszed? De nem csinálja már. Itt vagyok. Mehetünk, mehetünk. Pillanat. Akkor mehetünk be a városba? Keresgélni? Előbb váltok motorra, jó? Jó van, oké. Nem megyek autóval, és akkor... Sven, neked hol a motorod? Sven. Sven. Garázs, 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 garázs. Főpublik? Jó. Mehetünk oda is akár. Megyünk a másik bandát kergetni. Roliról tudunk valamit? Semmit, mert nincs is itt a városban. De nem is fog jönni? Azt mondta, hogy dolga van és el kell mennie. Pont nem amikor nyitottuk volna az egészet, akkor mondta, hogy el kell mennie. Vagy lehet, hogy csak... Azt akkor... Azt direkt volt. De nem tudom, valamit, mint ha mondott volna, hogy valamit. Ez a Bigorincs, ez nagyon ismerős. Hahaha! Na. Öcsém még így is megy 2.30-et. Nem fog ma még valamit csinálni? Hát most ez hát a bandaháború még sokáig tart. Bandaháború, meg kell keresni őket, meg ilyenek, lelőni ilyenek. Jó van. Itt nem kell valami ok, tudod, hogy lelőjük. Ti jöttök mögött hát autó, indokkal. Ti voltatok itt autóval? Én fordultam ki a 4-esból. Nálam egy harci kis pisztoly van, úgyhogy... Nem a minőségű. Sima kis pisztoly van. Azért azt hoztam, mert ezzel... Mert hogyha... Elveszik tőlem, akkor ne nyerjenek vele olyan sokat. Ezt néz fenn be, azok 242 emberrel emelkedőn. Na az igen. Én mondtam ki, hogy megyünk majd megnézni akkor az izét? Mit? A verseny. Nem megyünk. De 9-kor, hát majd nem tudom. Most már lejelentettük, hogy nem megyünk. De a Csiki meg írt nekem. Most hiába írt. Vagy ide is jött de, hozzám. De nem úgy értem, hogy énekelni megyünk, hanem izé. De hogyha elmenjünk megnézni, akkor az azt jelenti, hogy rá is érünk, csak akkor meg ugye simán ránk mondhatják, hogy miért nem csináltunk bármi. Csináljunk, figyeljetek, csináljunk egyet, egy ember ízét, egy piramist, az cső. De és a szöveget hogy akarod? Nem kell szöveg, csak ennyi lesz a produkció, hogy mindenki felemeli a másikat. Ez... Hogy a... Ja, értem már. Egy ilyen emberi tornyot és cső. Bekakózva. Mindenkit megkérünk, hogy jöjjön. Mindenkit... És rekord. Mennyi és, rekord? És ennyi, ennyi. Nem tudom, nem tudom. Az a baj, nem vagyunk sokan. Wow, mi fasz? Hát de bevonnánk az idegeneket is. Ja. Érted. Persze. Ó, ezek tudjátok kik? Minden rendben? Aha. Ja, jó. Kik? Miről van szó? Halló, halló. Szerelő úriember. Meg kéne csinálni a motoromat, ha. Menjünk be a szerelőtelepre. Megyek motorért, aztán utána lehet. Tisztelet! Jó napot! Üdvözlöm, uram. Szép jó napot, nézzem már rá a motorra, ha. Mind a kettőre? Mind a kettő, igen. Egy kis helyet, ha kérek valamit. Jaj. Köszönöm, Tami. Nyugodtan kezdje a másik motorra. Várjátok, F9-nél szedjük le. A bogarak miatt muszáj fölvennem maszkot, mert... ruhákban vannak, akiket keresünk amúgy. Nem tudjuk. Válszok olyanban, mint mi. Tessék. Mi volt a probléma? Bják a ruhámat.
valamilyen, hát... Azt vetted fel, amit mondott a Géza, akkor onnan, hogy nekik is olyan. Igen, van. Amúgy Balázs nem az van rajtad, amit mondotta. Én nem ennyire voltam itt, mert nem tudtam, hogy akkor, akkor ezt kell. Akkor menjél el oda-vissza, és húzd fel azt, amit kell. Ó, ez szakadjon meg! Ez szakadjon, sem most ért ide! Tehát volna, hogy rajtunk van, bazd meg! Nem is miért figyeltem! Mi a baj? Nem is figyeltem, hogy itt vagytok. Vagy hogy na, ilyenbe vagytok. Köszönöm szépen. Takarítást kérhetnék még a motorra, de ilyen szíves. Persze, hogy csinálom, ha Inget, nem vagyok én, 77 dolláron a számlám, és 186 a kezembe. De, Sven, tessék. Adok, mennyit adtál neki? 500-at. Köszönöm. Ó, oh, barát. Hát jó, hogyha adok egy 100-ast, hát. Mennyire uram, majd legközelebb, nem téma. Jó van, köszönöm. Mi szépen. Az ellenfelünknek a neve? Figyelj, majd... Gamorra. Nem láttál erre fel egy bandát? Ők olyan rohadt sokan, nem? Aha. Bandát. Hát egy bandát, szóval igen. Szóval hogy mi csak négyen vagyunk. Nem. Jó van akkor, azért köszi. Nincs meg, viszlát urak. További szép napot. És látszok a kisvegyesben. Fölveszem a légyfogót. Hát a McLarennel megyek. Nem láttam semmit. Elvileg azt is. Ja, hát az a légyfogó. Nézd, új, az találmányom. Most ugye ez a fajta bukós, csak ez, hogy belemegy az összes légy, meg a molylepke a szemembe, fejembe, de ez nem, ez ilyen háló. Elmegyek boltba, aztán utána majd a dolog. Na jó van, viszlát. Viszlát. Na akkor merre keresgéljünk? Nem tudom, ezek merre szoktak lenni? Nem tudom. Tök egerész. Várj, vigyázz, 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 vigyázz! Vagyok ki elé? Mondom, nem, nem normális, ezt komolyan mondom. Hát azért csak kéne valami lövöldözést csapni. És aki ilyen rendőr? Azt is lelövöldözi. Na, akkor menjünk szerintem a hajóbérlés fele. Majd megyek én is, srácok, később csatlakozom, csak még előbb elmegyek boltba, meg a McLaren megszereltetem. Rendben. Kajám, nekem sincs majd a aptok. Aha, én kifosztottam egy kocsit, úgyhogy ja. Jó. Hú, mondjuk lehet egy észszerűbb döntés lenne, tolnom egy agymosást. Hát nem tudom, nem tudom, nekem nem kellett volna, mert nagyon sok szopás volt utána vele. Csak én nekem oda ide-oda apróbbak, nem akkora, mint tegnap, csak szaggat a fejem. Ja. Yeah. Egyedül vagyok itt a nagy veszélybe. Indultam farmról. Itt áll random az út közepén egy zöld ilyen kis busz. És mi van vele? Kettő szerelő. Azt hittem, hogy őket nagyon lehetne lőni. Hát nem a lövöldözés a lényeg, hanem hogy kifosszunk egy-két embert. Ja, yeah, oké. Okay. Hát csak egyébként nemrég kaptam az információt, hogy a Sanyika nevű úriember, aki szerelő, mostantól már nem szerelő. Kirúgták? Mert kirúgták a szerelők közül. Jó, volt a főnökök. Én köptem be amúgy. De hát gondolom senki nem sajnálja. Meg nem. Harci pisztolya miért nem tudok lőni a izé, basszus? Harci pisztolya miért nem tudok lőni a motorra? Bazzeg, nem lehet lőni a harci pisztolya a motorra. Nem tudsz. Nem, harci pisztolya nem. Nekem megy. Harci pisztolya? Mit van? Nem tudom, mi van vele. Neked géppisztolyod van. Tudom, mert én adtam. Jaj, tényleg. Hű, az majdnem a fal volt. Hű, gyerekek, de komoly vagyok. Nincs benne lőszer. What? But? Itt fogunk randalírozni? Gyerekek, eltűnt az összes lőszer a fegyveremből, ha. Várjátok, írok istenségeknek. Esetett ki, amikor motoroztál a zsebedből. Mi? Tele volt. Úgy vettem ki a izéből, a széfből. Bazd meg. Ha nálam nem lesz kamera, egyébként. Mert
Nem akarok. Ha mondjuk ilyen hanggal én se akarnak. Köszi, hogy szólsz. Az meg a másik. Meditálok mindjárt rövök, bebújtam ide hátra. Nem látok senkit sem most itt lenni. Annyi, hogy úgyis rendőr fog kérni, úgyhogy a maszkot leveszem addig. Megállít a rendőr. Melyik fegyó az? Ez az izé, mi ez? Ez a harci pisztoly. Megint az? Dobd át. Odaadom neked. Egy gram nincs benne. Megjött az, akit már most szólt. Majd, mert nálam még 250 golyó volt. 250-nel? Merre vagytok? Hát most nekem is 250-et ír. De direkt itt most félreálltam, megpróbáltam lőni vele egyet, és tudod, tipik ki volt fogyva, és nulla. Mondom, ez próbálj egyet lőni, hát nem, hogy megint vak történt. Tessék? Lőj egyet, nem, hogy megint vak történt. Most jó. Most jó. Köszi, puszi. De most ott lesz akkor a találkozó hajóbérlésnél? Szerintem valahogy úgy. Akkor megyek oda. Mondjuk lehet kicsit nyereségesebb lenne, hogyha egy nyíltabb területet választanánk. Hajóbérlésnél senki? Én itt vagyok. Jó, megyek én is. Gyors, elmegyek ATM-be, és veszek ki pénzt, meg veszek lőszer pluszba a fegyverbe, mert az szerintem azért kell kettő minimum. Hát nekem... Kettő adaggal. Na jó van. Géppisztolyban milyen lőszer megy? A, mi nálad van abba? Aha. Mennyi lőszer van benne? SMG lőszer szerintem. Nézem. Bal alsó. 47, 3-at előttem szerintem. 47? Aha. De hát abban is mindegyik tele volt a tár, gyerekek. Úgy adtam mindenkinek oda, hogy tele volt. Nem? Ennyi volt benne. Itt akkor nagyon nagy kavarodások vannak. Eléggé. Mert nekem most ez kiürült, ugye, de... De mennyinek kéne benne lennie? Hát egy olyan 250-nek. Hát jó, én amikor megnéztem, hogy tudok előni, akkor előttem 3-at kb. Na jó van. Az biztos, hogy lőttem. Na srácok, akkor merre keressük őket? Értek, hajóbérlőnél találkozunk. Veszek pluszba lőszert még egy 200 darabot. Kiírjunk egy anon tweetet? Hogy? Nem írhatunk szerintem. Mi? Most kaptam egy távoli helyről a hírt. Hogy? Mondjad már. Elméletileg valakit bevisznek a PD-re. Miért? Gyanúsított. A boltrablás miatt. De rossz. Ki az? Kizárásos alapom. Szerinted ki? Balázs? Szerinted? Bazd meg. Most kaptam egy távoli helyről a hírt. Nem áll, hogy a Balázs az. Tényleg a Balázs az? Nem nagyon vagyunk többen. Nézzétek meg a GPS, Balázs a PD-n van. Balázs a PD-n van. Az ciki. Meg hát illetve a GPS-t is néztem, tehát hogy bájátok? Az is ura volt. Csak fent van a szerveren. Jöntünk a PD-re? Találkozunk a hajóbérlőnél. Ki kéne hívni a zsernyákokat. Mi elfoglaljuk őket, elmenekülünk. És addig egy ember bemegy kiszabadítani.
Várjátok, most a rádióval, mert telefonálni fogok. Csáó, figyelj már! Lenne egy kérdésem. Szólj, mondjad! Nem tudsz valamit a gamorásokról, vagy valamelyik bandáról? Akármit? Nem. Miért, mi kellene? Hát úgy a fejük mindegyiknek. Úgy nagyjából. Hát... Kettőt amúgy, már levadáztunk. Amúgy tudnék, de amúgy nem tudok, tudod. Amúgy minden tudnék, de milyen ciklám volt, azért nem tudok semmit. Ja, értem. Amúgy tudnék mindegyikről, de sajna nem. Aha. Sejtése sincs, hogy most hol lehetnek? Ilyenkor merre fele lehetnek? Nem kaptál valami fülöst? Nem is tudom, hogy vannak a városban, de hogyha igen, akkor... Szerintem hajóbérlő, vagy kint az anyahajón. Jó van, oké, és itt vagyunk amúgy. Vagy így városból össze-vissza, ha okay. Placukon, ennyit tudok. Oké. Kösz, csöcsö. Csöcsö. Hát... Betelefonáltam egy ismerősnek, és mondta, hogy itt a hajóbérlőnél szoktak néha lenni. Vagy levárjuk őket. Hányan vagyunk? Hárman? Az elég öngyilkosságnak néz ki. A kurva anyját. Egy kicsit igen. Na de kiszabadítjuk a Balást? Ki kéne, de hogy? Mondom, a PD-t kihívjuk valahogy, picsalagatjuk. Mondjuk sokan vannak, de valaki beszökik. Várj, ez a kiszabadítás varázsolat, ez... Igen. Hát, gondolom... Erre is vonatkozik? Szerintem mindenre. Most hol van a Balázs? Hát a az térkép csak a, szerintem... Az csak a börtönre vonatkozik, az csak a vulosnagy börtönre. Hol vagy Sterling? Vagy ja. Sterling? Sterling! Roger, hol vagy? Itt vagyok velem. Gyere ide egy pofonért. Adok egy valamit. Ide nézd, mit találtam a farzsebembe. Használjad ezt el? Ó, köszönöm. Mit használd el? Ezt használd el. Elméletleg ez most segíteni fog. Na? Több golyó lett benne? 250-re felugrott. 250? Na, akkor jó van. Használd egészséggel te! Köszönöm. Jó van a... Baszt, ugye rajtam? Hát én, várjál, most úgy csinálom, nézd. Leveszem, figyelj, fölveszem amúgy a bukósisakot. Amúgy ez a géppisztolyhoz bármilyen lőszer jó a fegyverboltban. Most leszállok. Mert majd figyelj. Akkor töltögetem. Mit csinálzik? Semmit, hát. Nem jó hozzá bármilyen. A géppisztoly lőszer kell. Így kell megfordulni. Na merre? Merre, gyerekek? Igen, hozzá lehet. Hozzátunk arra, hogyha nem is hallod. A Balázsba vitték, de mondjuk a GPS-en néztük a helyzetét. Hát nem, szerintem nem öltöztették át, úgyhogy... Mindegyikünkben bele van ütetve a chip, szóval mindegyikünk a bőr alatt van már évek óta. Igen. Úgyhogy látjuk a chipet, és azon belül a nyomkövetet, hogyha... Meg hát annyira összefortunk már családként, hogy megérezzük, hogyha baj. Hát IC, igen. Abszolút IC, ha megtalálsz... Indok arra, hogy miért menjünk oda. Akkor menjünk oda, de hát három motorost kergetnek, gec. Ó, bazd meg. Autóban. Családi autóval, ilyen szedbe, golyóállóval, meg ilyenek? Most mi a szart csinálják? Aha. Hát azt kérem úgy, hogy belerakni a kocsiba vagy motorba fegyvereket, leparkolni valahol. Csak nehogy kicsomizzanak minket. Mi? Hát vagy le kell rakni a publikus... Be kell rakni a publikus garázsba, gyerekek. Jaj. És nem tűnik el a csomiból elméletleg. De lehet, hogy eltűnt. Menjünk akkor a rendőrségre. Akkor most a fegyvert, az amit csinálja? Várja, nem tudom még én is, hogy mi legyen. Én megnézném a publikot amúgy. Ő az veszélyes volt. Valaki. Hihihi. Majdnem ütköztünk, gyerekek. Ja. Alapvetően az is bős, hogy három motoros kergetnek, ráadásul rajtunk van még a jó álló is. Hahaha. Ciki. Láttak valahol valakit? Nem, viszont hogyha látunk, akkor tűzés a pinyóba el. Mármint hogyha ezért. Ja, te hogy egy szinttel följebb vagy? Aha. Ja, az úgy... Az úgy ízés. Hogy mentetek el alul?
Hát, te ott felmentél, mi meg ott lent. Ja. Eljöhetsz itt odat a kórháznál, ha gondolod. A lépcsőn? Ám, de már látom, megoldottam. Jaj, megoldottam. Itt egy motor a izébe. Publicnál. Itt is. Ázsé szerintem. Jól megijesztetetek, geci. Ez a Balázs. Berakjuk akkor a csomiba a fegyvert? Nem tudom. Golyoládot, leveszem a golyoládot. Csáu filmek 2009. Minek? Hát azért, hogy nehogy már elkezdjenek üldözni. Köcsögyet. Akkor menjünk be. Hát azt kéne. Akkor elég lenne szerintem, hogyha itt hátra menünk leparkolni, gyertek? És akkor nem kell lerakni, hanem csak belerakjuk a cuccokat. És ha nem lépünk le a városból, akkor nem tűnik el. Nem, hogyha lelépünk, akkor se, vagy ha lelépünk, akkor se tűnik el, csak mindegy, hogyha újraindítják a várost, akkor. Megpróbáljuk, jó? Köszönöm szépen. De itt semmiképp nem tűnik el. Mindenki pakolja le egy osztophoz, és akkor nem látnak be, hogy itt állnak a motorok. Na, nekem már volt egyszer bent a motorom, és még el is felejtettem, de a maszk még benne van. Neki zárja be. Akkor ide rakjuk a fegyvert. Én leraktam. Mi? Fegyvert tegyük le. Én leraktam, így van. És innentől mehetünk gyalog. Hogy ügyvédek vagyunk. Jó, vegyem le. Hát ha levesszük, utána rajtunk marad a cucc? Nem. Nem tudom jól állóznom. F9. Jó, hát majd meglátjuk. Most ki kell szabadítani. Így bemegyünk, vegyétek le. Ciao Balu. 28-an. Most a barátok. Lehet húzni. Valakinek van autója, 4 személyes? Hozzam nekem el, van. Nekem. Akkor hozzam. Közelebb vagyok a kis kolfónak. Az nem 2 személyes? De 2 személyes. De jó. Várja akkor. Pedig azt hittem, hogy 4. Meg voltam győződve. Hm. Gyere ide, megjelenünk. Nézd meg a sokkolaj, meg nem olyan jó állapot, de odáig kivírja. Gyere, látnak a motorok, de csak akkor, hogyha figyeljük. Jó, megnéztem, hogy a motorok mennyire lesz. Ugye bezártátok. Picit kevés benne az olaj, meg kicsit szar állapotban van, de... De miért mész neki bazdnak a motornak? Hát mit vártál? Jézusom, kezd! Ember, te nem tudsz vezetni. Kapcsoljátok már le a rádiót. Menjél már le izéhez, hova mész de ember? De PD-ig kibírja. De akkor menj a PD-hez, te kancsol. Édes Isten, te nagyon veszélyes vagy. Hallod? Azt a motort szerintem majd ki kell fizetni. Menjél már. Elő kell adni, hogy mi kik vagyunk. Na. Te parkoljál már le valahová, te csöves, te ott menjél vissza. Itt a rendőrautó mellé be tudsz állni. Tehát van jogosítvány, hogy te? Hallotok rá? Gyertek, alakulat. Ki beszél, és mit van? Majd én beszélek. Látok. Na. És ugyanúgy, hogy legyen olyan ruhába vannak, nézzék már. Faszom, ki van? Jaj, de szépen jön neki, ugyanolyan ruhába. Csókolom. Na jó, én mentem tőle. Kész csók. Hölgyem, levángattattam haját. Na mondják, mi a baj? Semmi. Fogom, kinyitom az ajtót, az ugye én betesítem az autót. Nem hallunk. Jó van. Engem hát. Nem hallunk. Húva ilyen. Negrót. Mit szeretnének? Hát, hallotok el? Mert... Jó napot? Ja, megkaptam a kocsit, most kaptam az SMS-t. Dikki, most hallotok el? Akkor tudni valásra a pénz az hogy megy, nem? Most hallotok el? Most már jó, igen, most már jó. Jó, rendben. Na jó van akkor. Jöjjön, akkor még van egy.
Mit szeretnélek, mondják? Hát a barátunk miatt érdeklődtünk. Egyik. Hát az egyik ismerősünk miatt érdeklődtünk. Kaptuk messzi földekről, hogy itt izé van, hogy elkapták valamiért, mit csinál? Kapták messzi földekről, hogy elkaptál? Igen. Jó, nem is vett előtt a levelezés. Nem tőle. Egy ismerősünk, aki itt lakik a városba, küldött nekünk egy levelet, hogy elkapták az ismerőst. Még régen egy iskolába jártunk, egy általános iskolába jártunk. Hát igen, elkaptuk egy boltra, a maguk is hozzátartozók? Nem, mondom, még egy iskolába jártunk. Egy boltrablás miatt. És ilyenkor mennyit kap egy ember, vagy mi történt vele? Vagy... Hát ő 30 közmunkát kapott. Sepregetni fogok. Nem mondom. Fog. Persze, hát ez csak egy boltot mert kidobolni, de... A környezetet. De 30 közmunkát. Úgy volt, hogy temetésre megyünk. Úgy voltunk először, hogy temetésre megyünk. Jaj, hát ki halt meg? Na hát az egyik osztálytársunk, azért volt ő is ilyen ruhában. Tudom, hogy szeretted a Zsoltit, tudtam, hogy a faszát szeretted szopkodni szünetekben. Jaj, úristen, ezt nem tudom hallani. Elnézést, bocsánat, de azért bőgött. Hát 30 közmunkát képzeljék el, a túlszunk, akit kihallgattunk, ő nagyon jó információkat mondott. Mondta, hogy hallotta, hogy Balázs néven szólították, illetve a motorrendszámát is lekapta gyorsan. Szóval mindent rá tudtunk bizonyítani, illetve el is ismerte. Azóta a temetés továbbra intézett. El is mondta a kollégáit, hogy kivár a bolta, úgyhogy... Itt van. Nem tudom, maguk esetleg? Mi van velünk, ha most soha érkeztünk ide? Soha az életben akkor felettek többet. Nem, csak kérdezem, hogy maguk temetődnek. Kolléga, hagyja már őket, most mennek temetésre, ne. Öcsém. Zsolti, most szerettük! Viszlát, uraim, viszlát! Viszontlátásra! Menjen, gyerünk el a szerelőtelepre. Feltűnő voltatjuk. Jó, rendben. Hallottok? Mint sírós. Hallunk, bazd meg. Soha az éjjelben nem fogok veletek többet. De mi a baj? Se jegyezzétek. Mert valamelyik idióta kimondta rablás közben a nevemet. Várj már, hogy is aki össze a kurva autót. Nyisd már ki, bazd meg, mert nem érjük oda. Menjél már oda, itt Balázs. Most mi van most? Új sor? Az volt a megyünk oda, megyünk oda. Roli mondta. De DC-n mondtam fagyatékos. Megyünk oda. Menj oda a közmunkához, te. Közmunkához már. Kapcsoljátok le a kurva rádiót. Na. Tisztelen. Gyere már ide, he. Roli szólt el magát. Add majd azt a izét, te bánat. De... Ezt nem hiszem el, ha. Várjál már. Figyelj már ide. Gézu, gyere egy mennyit, picit mennyit kaptál? A Discord applikációra. Nem tudok, nem megoldhatom. Fontos lenne. De nem megoldhatom, hát. Nem megoldhatom, mi van? Mit kellene a Discordon beszélgetni, hát? Én a sajátomban. Ki mondta ki a nevét, hát? Ki mondta ki? Nem emlékeztek el, most miért nem beszéltek ti? Megint nem hallunk. A kurva életbe. Ki mondta ki a nevét, hát? Roli. Hogy? Azért mondta ki, mert amikor a Balázs elkezdte ütni a Martint, leütötte róla a maszkot, akkor mondta a Roli, hogy Balázs ne, is már, ne ütögess már, vagy valami ilyesmi. Figyelj majd, hallasz, hát? Tudom, hogy most nem tudsz beszélni. Te hallod? Azt kamusztuk a kékeknek, hogy izé, temetésre mentünk, egy volt osztálytársunk. Tudod a Zsolti? Ha? Na, figyelj már ide, mennyit kaptál, vagy mi történt, vagy mely... Kaptam egy 3000-es csekket, gici. Még mi közünk. Kifizessem meg tudod a jövőből, Franki pénzből, he? Holnap kifizetem neked, addigra megjön a idé mosás. Meg mondhatod, hogy te egy bölgy a Roli volt, meg mit tudom én, de elmondom neked, hogy te is kimondtad a nevem ezt. Én? Ki? Te!
Én fixen nem mondtam ki. Igen, kimondtad a nevet, hogy Balázs, kimondtad, hogy Balázs, vagy mit tudod el, meg mondtad. Nem, mindegy, nem mindegy, nem mindegy, nem mindegy, mindegy, hogy kimondta, gyerekek, nem hibást keresjük, hanem találjunk ki beceneveket, csövesek. Beceneveket, jó van? Nekem... Te vagy a izé Roli a Roland, a izé Roger a, mit tudom én, ő a köcsög. Robert, a köcsög, jó van, köcsög. Én vagyok a Dumbo, a... Balázs. Na, mi a faszom legyen a beceneved? Bala vagy, nem tudom. Balú. Ász túl feltene. Mert itt akkor... neki izé is a város. Akkor legyen Berta. Vagy Bertalan, vagy nem tudom. Tehát ti? Na, legyen Berta. Mi legyen a beceneved te? Érzelésed? De figyelj már ide. Most ne ásogassad be azt a növényt, ha ide itt vagyunk át. Mangyal. Na mi legyen a beceneved? Geci, nem egyszerűbb az, hogy mindenkinek az, ami a maszke vagy mi a gyászom. De több, És a több ugyanolyan van. De többünknek van bomba maszkja, te ész. Na jó, én elmegyek most. Meg lesz a manja. Akkor szarjad le, hát most akkor Istenem, geci. Betört fel, kinyitom. Nem kell, hagyja csak most. Már ne, most nem, Bazd meg, ezt nem tudom abba hagyni. És megint megy a hiszti. Szállj be, azt menjünk. Menjünk a izéhez, motorom én, hát. Most már. Menj oda public hozzá azonnal. A főnök már a legyen szó, holnap is lehet egész nap keresni, további jó estét, városlakók. Mik városlakóknak hívtak minket? Menjél be a publicba? De miért nem mész be a publicba? Hallod, amikor mentősök voltunk és ment a hiszti. Menjél be a motorokhoz fel. Jó? Tagadjuk a rendet. Éj! A kurva élet. Te elkérhetnél? Nem tudom kitől kell. Jó van csak. Tudom, hogy felettünk a rendőrök, nem olyan semmi. Suttogba beszéltek a rádióba, csövesek, halljátok? Elmentek? Na, menjünk. Menjünk? Mhm. Jó van. Ér a szerelő. Történt, ulaim? Bazd meg! Itt küldtünk szegély kéveszt. Menjünk be publikba. Ó, bazd meg! Úristen! Mi van, tesó? Úristen, én mondtam. Mikés, izébe itt a golyóállót. Mivel a mentőt? Jaj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 
Ez csak a bogarak miatt van, mert a bukósisaknak az eleje, mint látják, nyitott. Jaj. Hol az a mentő? Mentőt? Ha, hallja főnök, amúgy ez valami izé? Fűrészmaszkosz. Smatolt kávol van. Az balra az ott. Ezt mi lett? Jönnek a többiek? Nem, de menjünk kocsival. Hát csak nem azért, csak nem hallottam a rádiót. Most vettem ezt a maszkot. Az egyik emberrel kivel találkoztam. Szerelővel azt hiszem, ja? Működik. Akkor... nem kaptak el, Oli. Csak elütöttek. Maguk jól vannak? Ajajajajajaj. Csak... Maguk jól vannak, biztos úr? Van szerelő? Ez totálisan lefulladt. Adja csak, majd
betolom a szervizbe, vagy nem tudom. Hogy parkolj, leparkolom azt, akkor jó lesz, várjon. Ó, derekam. Tudja izé? Nem már mentős? Nem tudom. Jaj. Mentős, mentős jön. Na, mit csinál? Mit csinál? Halló? Halló? Oh. Miért rögtön el? Tessék. Hát mert innen most úgyis elvisznek. És miért rögtön el? Oh. Jó napot, szép estet. Jó napot, halló? Kis türelmet. Tessék, nem hallottam? Ez már a gyerek itt közelben. Bazd meg. Halló? Halló? Itt vagyok, csak elmegy a hangom, de mondtam, hogy miért. Nem, nem hallottuk. Tessék, hát hogy Ler, mondtam, hogy ide tolom oldalra, és hogy lelakatolom a kerekén. Hát ott fő volt a kenyédvel falra. Hát hogy odébb toltam, tudod. Hát meg át akartuk vizsgálni. Ja, bazd meg. Na mindegy most már. Akkor fekök vissza. Ó, visszafekszek. Olyan fáj az oldalam már. Nyugodtan csinálják, uraim, mert el fog vérezni majd mindenfajta. Íget. Nem komoly, tudom. Komoly ütközés történt, nem adta meg első széget nekünk. Igen, igen, ráadásul még gyorsan is hajtott. Hát egy 80-nal jöttem. Azt fölkenődött a falra. Értem. Szerintem belátod... Szerintem egy jó bordatörés. Úristen. Egy bordatörés biztos. Nem adta meg elszőbb széget nekünk. Úristen. Beszéltük, hogy mikor lesz a temetés, meg ilyenek. Pont oda siet. Jaj, temetés van az, vagy? Odafelé? Odafele még egyenlőre. Még a virágoshoz el akartam menni, akkor szóval... Hát kapaszkodjon bele a... Hát majdnem maga is ott végezte, csak nem nézőként. Ó, terekam, meg az egész oldalon fáj. Hát mennek tovább, hát mit csinálnak? Nem történt semmi, komoly, kérem, távol. Jaj, megyünk. Tudj járni, uram? Nem, segítsenek, nem tudok járni. Rendben, kapaszkodjon bele a vállam. Értem? Azért parkoltam le, nem hogy, hogy ne lássák maga a stukit. Hát a nagy színpap. Ó, fel tudnak emelni, vagy berakni a ordágyra, fáj a lábam is. Fogja meg a vállam. Belakodok, na mindentől mentőszök ki. Nagyon. Emeljen már meg, ne legyen már gyalázat. Nem, bekísérem az autóba, jöjjön. De, hát emeljen már föl. Álljam, így, jöjjön. De a nagy autóban nem tudok én ülni, ha fáj az egész oldalon. Hát rendben. Kollega, a nagy autóba tegyél be az urat. Itt vagyok melletted te. Szállj már be. Rendben. Jaj. Hát akartok még vizsgálni, ezek hülyék. Szálljon be, hátra. Megyek. Vigyenek a izéhez. Kórházba gyorsan, mert érzem, hogy fáj a tüdőm, hát. Szúr a tüdőm, mi? Szúr a, mikor levegőt veszek. Itt vagy Géza, mi van veled? Itt vagyok, visznek be a kórházba, hát. Mi veled? Elütött a rendőr. Kurva. Én meg itt gyorsan leparkoltam az ét. Itt valakit üldöznek. Egy varburgosat szerintem, vagy nem tudom. Balázs. Iiii, Balázsját, oh! Burgosat üldözik. Geci. Egy másik autó. És elüti, bazd meg. Ezt van. Engem megint megállítottak, csak most valakit üldözek, úgyhogy jelenleg vettek. Jó. Kikaptam egy kerúra, vezérezetes úr előtt. Hiii. Most mivel vagy, nem Warburger? Én nem, az más vagy Warburger. Óha. Azt hittem, te az a vagy. Kérem, hogy fáradj. És Balázs nem robbant fel a motorot. Kérem, hogy fáradj. Hol vagy te? Nem látlak. Hol vagy? Hol vagy, ha nem látlak? Hol van a mentő? R-Y. Hol van a mentő? Hé, milyen az elhe? Fölkapott valaki. Akkor... Egy szellem. Beviszem én ezt adagadta. Mara nem látok senkit. Nem, szálljon ki, szálljon ki. Nem látok senkit, segítség. Szálljon ki, nyugodtan. Bazd meg, de nem. Azt nem, te viszel engem, Balázs. Balázs, te viszel. A kurva szállatok, nem látok senkit. Te látsz engem, hát? Én ezt a kórház RP-t nem fogom végigcsinálni, megmenekülök. Mi van, tesó? Tesó. Halad, test. Mi van?
Elnézést, vagy csak láttam egy piros bogarat, aztán befagytak itt a dolgok. Halljátok, srácok, hol lesz az izé, az a kutató? Á, nekem oda mennem kell, he! Kupola. Az obszervatórium és segítség. Mellett az... Segítség! Hozzanak nekem egy kerekesszéket! És az mellett a helységnél. Vegye le a golyóálló mellényt, illetve a... Golyóálló mellényt, te? Nem látod, hogy... Halljátok? Nem. Szerintem itt motorról a másik banda erősködik. Úgy sem megyünk, mert Géza Csóri most kiesik az egész. Nem, én jól vagyok, én jól vagyok, jól vagyok. A látása miatt. Ó, derekam, de hol vagyunk, hol vagyunk? De most attól függetlenül én miért nem üzélhatok? Hol vannak a mentősök? Hárman vagyunk konkrétan, és hárman hogy építünk fel egy tornyot? De beveszem nem tornyot, most megnézni, hülye gyerek. Tehát akkor már inkább. Hol vannak a dolgok? Nincsenek itt doktorok, hely, kiszolok sétálni. Szar motor meg mi a gyászom bajom. Ó, derekam, bazd meg, hát nem kapok már ellátást. Hol vagytok? Nem csaptalak, rámentem mellette. Hol vannak a mentősök? Meg azt mondtam, hogy majdnem. Gyertek már, visszaértem a kórházba. Balázs, konkrétan tudod, mi történt? Mercedes-emmel neki mentünk a motorodnak, és konkrétan fel... ...motorod. Haló! Örülök neki. Haló! Elmehetek már, segítsetek semmi már. Baj. Ne, kórházba vagy? Hát jó, de ezek a mentősök nem csinálnak velem semmit, he. Jöjjön be, hát nem látom magát, hát ugarjon már valamit. Te toltál meg, Sven. Nem hiszem el. Kollega, intézz el az urat, nem de nem látom egyiket se, senkit se. Én nem látom őket. Senkit se. Jöjjenek ki? Ez nem jó. Gyere ki. Dolgozzanak, he? Kik jöttek ide a kórházhoz, he? Mi? Motorosok, he? Kik jöttek? Adtaj már fel. Ez ki? Ez ki? Ezek szerelők, nem látjátok? De én nem mi látom igazán? A idéket. A szerelő, vagy a idé dolgod. Jó van, doktor urak, köszönöm szépen az ellátást. Lát engem? Ki az ID? Ki az itt ezzel az autóval, hát? És mi van? Hallotok? Gyere már, Géz, hogy vérjük. Hallasz? Hallasz? Hova megyünk, gyere? De nem tudok bazd meg beszállni, takarodj már odébe. Gyerekek, hova megyünk? Mindenki jön nekem, hát? Most neked füstöl az autó, vagy motorok? De amúgy nem lehet meg itt felszállni, Balány. De nem tudok beszállni sehova. Szállj már be. Nem tudok. Gyerekek, nem tudom mivel, nem tudok beszállni sehova. Elegem van, nekem ennyi elég volt. Ezt a szart, bazd meg. Most se tudsz. Sehová. Miért? Mi történt? Se izéhez, hogy nézzem. Hozzád be tudok. Nem. Most? Most na, igen. Végre. De Balázs mögé nem tudtam felülni a golfba, nem tudtam na, beszállni. Na, hova. Hát azért a motoromat még pihentetjük egy kicsit. Hát ott konkrétan... Mennem kell a szerelő után, hogy megálljon, hogy megjavítsa ezt a szart. Menekül előlem a szerelő. Jó van, srácok, kikapcsolom a csetet. Ne csináljuk már. Van valami akció? Szerintem nem. Egy banda háború kéne. Hogy kimegyünk, megnézzük a izét, a tehetségkutatót. De hogy csak megnézni, tehát nem csinálunk semmit. Csak megnézzük. Vagy még, mert lesz, szerintem a rendőrök is ott lesznek. Fejbe kéne rikkenteni azt a fát, mert... Menjünk. Várjál. Kéne az izé motorban. A Warburgosat meg kéne nézni. Itt menjünk ebben a Republicba. Jó, állj. Ciao zombi. Srácok, elveszi mindenkitől a moderátort. Hát nem kell ide moderátort. Izu. Várjál. Ajaj. Várjál már. Hívj egy szerelőt szerintem. Úgyhogy a mozog szórakoznak ott fönt a... ...izé szerelőtelepen. Szóljál már neki. Az mi? Hát kéne öltöznöm, hát. Jó, oké, lezárom itt. Letol tovább. Hát kéne öltözni, hát.
Hallod? Mondjad. Át kéne öltözni, hát. Hallasz? Ja, jó. Hallak. Hát már Trulát most ismeri. Nagyon halk vagy amúgy. Hát már nem ordítok, hát. Halló. Szavaztok. Jó, oké. Okay. Elkapták Martin. Miért? Mit csinált? Megállították a... Alad Géza. Mi van? Elkapták a Martint. Vigyél már alá töltözni, hát. Jó van. Elkapták a Martint amúgy. Ha vigyél. Nagy feleséged. Pillanat. Vigyél alá töltözni. Nagy feleséged elkapta a Martint. Az szép. De ne szórakozz már, mert itt van nálam minden izé. Stukker meg. Nem szórakozok. Golyóállót meg vedd le, mert megcseszek érte. Köszi golyóállót, hogy előtt megcseszek. Faszon. Megbüntettek 900-zal. Mondjuk az nem is sok annyira. Mögé már! Mert te közmunkát kaptál, Csóri. Te Csóri, te közmunkát kaptál, nekem itt ne rölgél. Lesz izé? Azért kaptam közmunkát, mert gyászok a rendőre. Vagy már jobbra. Publicba. Szerelő van, hát? Motorok, rendőrök, figyelj meg. Nem tudja, hogy forduljon, vagy sem. Ő is üstön, az az érdekes. Aha. Hol a szerelő? Mi van itt? Szavasz, szavasz, csaje. A kurva anyám. Golyó. Legyen rajta. Gyere már ide, he. Szia. A motorom ott van elő. Ja, jó van. Ez, he. Szarakodik. Hát, ezt jól összetörted. Semmi baj, semmi. Amúgy nem, a fasz rendőr jött nekem oldalról, hallod? Hogy van beépített vámpa. Rendőr. Mi gondoltam, itt vagyok. Berugos. Itt vagyok, igen, szerelek. 8 és 19 mínusz 4 az 10. Jézusom. 15 plusz mi vagyunk 4 az. Most hol van, hogy én úgy megmarad el munkád? Miért nem marad? Veszélyes, veszélyes. Ja. Hát ugye figyelj, Sanyika, elmondok neked valamit. Veszek kettő Xanaxot, elmegyek motelhoz. Van nálad, Fegyó? Ezzel fogok meg sírba kerülni, jó. Na, hello. Na. Hello. Nagyszerű, működik. Na, hello. És 8 az várja. Ez 8, nem lehetne 500, hallott 300 dollárom van. Számlázzak? Nekem mindegy 300 dollárom van, úgyhogy. Hát akkor... Akkor ebben az esetben le kell foglalnom addig a motort, amíg ki nem tudod fizetni. Ez most komoly? Igen, tehát... De ne hajtsál el, hallod? Jó, nem hajtok el, de ilyen nincsen. Hallod? Számlázzál ki, azt majd befizetem. Tehát ki lehet fizetni? Miért nem szóltál előbb? Hogy? Halló? Nem akartam elmenni, csak gondoltam beijesztelek. De most figyelj már ide, most miért kell itt fizélni? Most már mehetsz. Geci, hát. Ha nem fogod kifizetni a számlát, akkor és ha nem lesz elég pénzed a szerelésre, hány akkor napom? Legközelebb nem tudjuk hallanulok neked addig szerelést, miért? Addig, amíg előre ki nem fizeted. Hitel, tudod? Mert ez nem így működik. De ez így működik. Szerencséges vagy. Na, már erre megyünk. Motelnál vagyok. Lerakom a plusztárat. Mindent, ami ment. Oké, megyünk arra, hogy gyászom valamire. Vagy hol? Melyik bugot? Azt, hogy a Discordot elindítottam. Haha, de vicces vagy te, bánat te.
Jó van akkor. Izgalmat egy... Mehet egy... Csúnya... autós. Egy nagy bankot is megpróbálnék. Hol a... Ez ki volt ez a hang? Roli. Szevasztok! Szevasz! Nem jönnél egy idére? Hát hallod itt 30 rendőrön kívül nincs itt amúgy senki. Nem, azt van. Félig... Megvan félig, adjuk már le úgy félig, aztán kész. Csúszik fel a hang. De ja, hát nem biztos. Akkor a Balázs meg a izé Martin kimaradnak. De jogos, lehet, hogy csúszni fog. Mert? Mi van? Csúszni fog. Mi történik? Az a baj. Nem tudjuk a tempót rendesen. Ja, meg fel kéne venni valami rapper gúnyát. Hallotok engem? Hallunk. Na jó van, akkor mi legyen? Mit szeretnétek csinálni? Hát, szerintem egy nagy bank mehet. Géza mondott egy olyan ötletet, hogy kimegyünk a helyre, és akkor mindenki felveszi a másikat. Próbáljuk ezt csinálunk. Most itt ki, gyertek, próbáljuk ezt most tőle. Itt ki. Gyertek. Jó, csicska, ez annyira rossz. Kerizzél fel. Most téged kerizzenek fel. Most, hogyha egy ilyennel megyünk oda, akkor inkább menjünk valamit a rabolni. Jó van, oké, csak gyere most. Kerizz fel. Mi? Kerizz fel, szállj le és kerizz fel. Hát, még nem, mindjárt. Csak el akarjuk próbálni. Nem kell leparkolni, csak el kell nyomni, hogy állva maradjál. Akkor rádió gombot nyomja mindenki, elvileg akkor rába maradunk. Kerész fel. De ne engem. Ne üt, engem. Állj úgy, de most miért kell ütögetni, Geci? Nem ütni akartam. Engem menjél fel. Okay. Akkor most én veszek fel téged. De az úgy nem jó. De. Nem, mert így két embert viszel, ez így nem jó. És akkor most a Balázs vesz fel engem. De nem jó, mert te két embert. Mindenki nyomja a rádiót. Úgy van. Levetted már róla a rangodat, rangját, Géza. Zsatar! Ne ezt, ne ilyet. Mi menjünk oda? Beverem a fejemet. Ne bajod. Tír! Nem, mert lehúztam a seggemet, te köcsön. Jó, ez ilyet. Mi már így megyünk oda. Ilyen nincs, ilyet, ne, menj vissza. Jó, a fejem! Ne, ilyet ne csinálj, ne így, ne, jön utánunk egy ízi istenség. Mi azt mondjuk, hogy ilyen ügyesek vagyunk, hogy meg, állj már meg! Állj már meg! Álljátok már! Állj már meg! Geci, hogy nem hallani engem. Álljátok már meg! Mi így is tudjuk. Annyiszor! De hogy ilyenkor, de hogy... Mi az a szar? De állj már le! Ezzel leszünk ott! Szállj már le! Azt tudom! Hogy mit csináltok. Ügyesek vagyunk, motorral is tudjuk. Nagyon ügyesek vagytok. Tudjuk. Legalább ti jelentkeztek a tehetségkutatóra. De hogyha megnyeritek, akkor ki lesz az első hely? Mindennyiunké. Igen. Tehát mindenki kap mit valamit. Mit lehet nyerni? Nyomjuk a rádió gombját, akkor föláll az ember, és akkor így ilyen nagyon... Álljon fel mindenki! Jó. Mit lehet nyerni? Ezzel fogunk nyerni. Jó van, ügyesek vagyok. Kocsit meg lepet és kocsit meg tuningot. És csúnyaság autó szépségre is ennyi, nem jöttek? Hát itt a motor. Hát ez nem csúnyaság. Azért mondom, mi nyertek? Balázs, vitt ki a BMW-det, azt a pink színű BMW-t. Nem végeztünk a izé. De ez így, hogy... Hallatok amúgy, hogy engem? Kivigyem a smartot. Jó van, mert mindjárt azt kapok. Bár... Halljatok? Hallunk. Na figyeljetek, ez így nem pálya, szálljunk le, menjünk vissza, ilyen nincs az életbe. Én tegyetek le engem. Miért nincs ilyen? Vigyél vissza szépen, ezt mindenki oda megy motorra, meg ilyenek, és majd ott egymást, ilyen nincs, hogy így egymást visszük. Azt a kurva! Ne csinálj ilyeneket. Ilyen nincs. Kapaszkodjatok. De nincs. Ott az egy tábla volt, csak láttad? Éreztem. Állj már meg! Menni? Na tegyetek le. Tegyetek le. Mi fasz? Ilyenkor mi van? Tegyetek már. Ez gázos. Balázs beleragadt a motorba. Na menjünk. Kivigyem a smartot a csúnya felé. Hova kell menni? Meg utánam 60-75. Na de akkor meg fogjuk csinálni a nagy bankot? Tudom. De ez így nem jó, én nem tudok menni. Mert valaki fog. Jó, megvan. Jó.
Megint fog valaki. Most folyton nyomnom kell a rádiót, hogy tudjak menni egyáltalán. Valaki majd vegyem fel. Kellenénk még ide azért egy páran. Ide kell jönni? Tudom. Szerintem igen. Jajjá. 75. Előre 60-77. Hát miről beszélsz? 6-77. De most a 75. 60-77. Itt állunk mindannyian. 60-77. Itt van előre. Mindannyian. Nem láttok olyan be, hogy itt van egy színpad. De látom. De ti... Én már nyújtok is. Na gyertek ide! Én már nyújtok a színpadon. Úristen! Roger! Azt a gyönyörű oldalt! Azt a kínai vezdámot! Úristen! Ez gyönyörű! Hát ez egy kicsit le van rohadva. Az az első kerék direkt ilyen? Hát ja, be van terpesztve. Semmi. Bár bocsánat. Na csapat meg gyűjjön ide. Na engem emeljél fel. Kösz. Ezt ilyen autót honnan lehetett csinálni? Hát mennyi ideig rohadt a szántól? Ez honnan rohadt? Leszek legalul majd. Na menjünk oda be, ne itt csapatoskodjunk. Én vagyok legalul, mert én gyúrok legtöbbet itt, látod. Én leszek legalul. Mi kezdjük? Nem látod, hogy én... Hogy kell ilyet? Mondj egy ilyet, Roli. Én leszek a második. Mondj egyet, hogy én leszek legfelül. Én fölülről a második. Jó, hogy jártak, én leszek a legalsó. Mondom, hogy hát nem is veled tettének be. Én gyúrtam, hogy találkozom. Gyorsan gyakoroljatok, gyorsan gyakoroljuk el, srácok. Na, gyerünk gyerekek, emeljétek, de ne én vagyok fölül. Én leszek legfelül. De nem, a Géza van legfelül, de miért? Igen, a Géza van fölül. Az üres pohár ott maradt a deágtéri pad alatt. Micsoda? Tálka fröccsöme. Várja már. Száraz fehér fröccsöme. Azaz. Jó van. Mi ez a sok fekvőtámasz az egycsom? Muszáj betűnni. Bemelegítünk. Hogyan... Hát mi vagyunk így. Azt tudom, hogy ti csapatosba van nyomjátok, ugye? Ti mi? Jaj, mi vagyunk ügyetlen. Ti csapat. Te már föl. Nem fejeztük be magad. Te kivel? Ilyet, hogy csinálsz, Roli? Géza, bemelegítünk? Igen, de hogy? Gyorsan csináljuk. Jelenleg itt egy ideig el, mondjuk ezt a munkában, később ez kész, csak egy... Jó. Várj. Azt már nem állt fel. Lehet, hogy úgyis megnyernénk rá, hogy... De ne engem... Vagy csak simán fel, jó, oké. Azt már nem állt fel. Mint egy versenemnek. Jó, az is jó. Tegyél le. Emelt fel. Jó, de most még nem, még nem. Elküldöm a szöveget. Gyerünk, Roli. Tegyél csak le, tegyél. Mindenkinek, srácok. Én gyúrok, nézd meg. Srácok. Leszarom. Mindenkinek elküldöm a szöveget, és akkor mindenki felolvas két sort. Tehát, hogy mondjuk két soronként olvasok, és akkor ahogy vagyunk a zosztokban, úgy felülről vagy lefele indulom. Felülről lefele. Nekem küld már be ide csetemre a részemet, hát GoPro-mon. Hallod? Én leszek valaki a legjobb. Neked kéne olvasni, mert te vagy a legjobb. Jó van, oké, de akkor küldd be ide csatámra a részeket. Roli, vedd fel a Svent. Várjál, már legalsó olvas, úgyhogy az meg nem lehet az, aki nem ismeri. Jó, hát akkor megyek jó, én úgy. Akkor te fogod olvasni viszont. És mindenki nyomja a rádió gombját. Így van. Jó, óvatosan, óvatosan. Én integetni is tudunk amúgy. Mindenki tartja a rádiót? Srácok, ne... Ne. Rádió. Jó, elég. Engem tegyetek már. De ez nem vicces. Ide ne, ezek vagytok, basznek. Ez nem jó, mi történt? Deljük már. Mi történt? Ez mindenki, hogy volt? Engedjetek a gombot. Mindenki engedjél egy picit. De ilyet ne csináljunk már ilyeneket, jó? Fekvőtámaszhoz. Tehát, ne. Nekünk ennyi az össz. Tegyetek le. Na, így. Mindenkit egyesével tegyetek jó, le. Jó, majd megfek.
ez a szélszaped. Micsoda? Zene? Tegyetek le. Tegyetek már le. De ez így nem. Várja, nyújtok inkább. Tartsátok egymást. Minden tyúkok. Ez nem vicces. Tegyetek le. Jó, amúgy... Gyerekek. Jó, tegyetek le mindenki sorba. Haladjunk sorba. Ja, nem hallottam miért megint. Ideges leszek ettől a szó. Kulatot csinálja, he? Amúgy Halló. Csináltok már, tegyetek már le, mert mikor kezdődik ez, még nem kezdődött-e? Mi vagyunk az elsők. Nem vagy legalább, edzünk addig. Még pont te nem edzesz, tehát az más. Ja. Na, tegyetek le, elég. Következő. Még kicsit rágyúrok, he. Az a baj, hogy mással készültem, csak nincs kész. Tegyél már le. Nincs kész. Jézusom, ez itt a válogató? Jobbat. Hát még nem. És szebbet. Még nem indult el, még ne kezdjék. Azt beugrok a zónak, vagy mi szóval? Gyakoroltak kell. Beugrok a tömegbe. Próbáljon a nézős. Mi lesz a produkciójuk? Beugrok a tömegbe. Igazándiból. Elszítem az ilyen. Egy ilyen nyúknak amúgy elronda ingje? Egy ilyen rekordot szeretnénk. Lerondázta az ingünket, mi? A merunda rekordot? A rekordot? Az arcot voltam az ingedre. Nem tudom, hogy városban van-e ilyen rekord. Biztos, hogy ezt meg lehetne dönteni, ha többen lennénk, mondjuk, hogyha mindannyian benne lennék. Jó. Első körben szerintem be fogjuk mutatni a produkciót. Igen. Teljesen. És utána, hogyha megbíznak eléggé magunkba bennünk, akkor maguk is jöhetnének, és egy világrekordot is csinálhatnánk. Jó. Nem tudom, hogy a Guinness rekordos emberkéket ki kéne ide hívni. Be is eljött, de... Hát kint van, a tévéstár forgatja ezt, és akkor olyan rögzíti, így van. Így van. Ott magány. Köszönjük. Farmos kollégák jöjjenek. Ja, ő fog minket felvenni. Farmos kollégák. Na kérek le a hullik a szilván. Nem, zenére kéne tovább. Na gyertek ide. Nem, hoppá! Mindenki olvasna? Két sorban meg. Na, jöjjünk ide, nem mindenki. Most akkor mi lesz? Nem. Mi van? Csak ketten. Az maradjon a színpadon, aki benne van a csapatban. Jó. És szerinted... Akkor mondjátok el a véglegeset, mi lesz? Most akkor mi van? Az lesz, srácok, hogy én leszek legelől, és a hátsó... Álljunk be egy sorba. Gyere ide, Roli! Igen. Roli, én leszek legfölül, úgyhogy én leszek legelő, és álljátok be mögém abban a sorrendben, hogy leszünk, jó? Oké? Álljunk be egy sorba. A három sűri, a kínai, a rendőrfőkapitány úr, és fennmad utána mi is fellépünk, és Claudia. Hát együtt csináljuk ti, meg mondjátok el ugye, amíg ott álltok. Nem, Balázs, a kurva anyád mögém álljál egy oszlopban. Álljál már mögénk, he! És a hátsó elkezdi fölvenni. Hát egy emelés. Jaj, már most megy. Hát, most csak így felkészülünk. Na, mehet, jó? Tudjátok, hogy hol kell emelni deréknál. Kurva életben. De nem így volt. Hát, ott mennyi elég. Na, mehet. Jó? Na, sorrendben. Az a Londa Engels, ugye? Jó? Na, most a Sven fölemel engem, he? Utána jön a Roger. Utána a Balázs, és utána Roni, hát. Már most döntöttük. Jó, nem baj, előről. Előrébb megyek, gyertek óvatosan. Derekamnál fogjál. Megvan. Ez itt nagyon kellemetlen. Emelj föl, így. Nyugodjanak meg. Jó, és mindenki nyújtsa ki magát, hát. Rángunk.
Melyik csinálja ezt? Egyenesen. Egyenesen, nyújtsd már ki magad, te! És állj meg egy helybe, állj meg egy helybe. Ember egymás hegyén hátán. És akkor most jönne az, hogy mindenkit felvennének? És akkor amúgy azt kéne, igen, ez lenne a virágrekord, mondd el a izének? Roli, Roli, mondd el, hogy mindenki ugyanígy, egyesével, és csináljunk ebből egy rekordot, így van. Mindenkit is felkapnak? Aha. Jó. És akkor így, mindenki... Tök mindegy, valahogy oldjuk meg, hogy egy ember egyet tartson. Nekem kell felvenni most? Egy ember egyet tartson. És mindenki nyomjon altot, altot, Balázs. De hogy egyenesedünk ki? Balázs. A rádió gombot nyomja mindenki. A rádió gombját, ha megnyomják, akkor ez ilyen erős gomb. De Sven. Mi a Sven? Oké. Mehet mindenki. Kapitány úr. Mindenki a rádió gombját. Mindenki a rádió gombját. Félek, hogy elmondtam a lekoldot. És majd számoljuk össze, jó? Adjuk tovább a dumát. Adjuk tovább, adjuk tovább. Na jó, mindenki. Hányan vagyunk eddig, hát? Úristen, milyen először vagyunk. Úristen, még jöjjenek, hát? Igen. És ez akkor a mi produkciónk, csak úgy mondom. Azaz. Nyújtódjon ki mindenki. Úristen. Villanykörtét kell cserélni, mondja meg az embereknek. Mindjárt lesz egy olyan crash. Dehogy lesz. Itt már nagyon. Hát össze. Ha ez bírja, akkor minden bír. Gyerekek, ne forgolódjunk már. De fix muszta megy. Júj. Ne táncolj már itt a nyakamba, te. Menjen fel valaki. Ez így nem lesz jó, ez így nem lesz jó. Félek, olyan belé van a taj. Melyik csinálja ezt? Megint el fog szédülni. Szédülök el. De azt csinálja. Táncoltatom a kígyót, figyeljék! Na jó, rakszatok a mennyi. Na, ne, ne. Mindenki, minél magasabb legyen. Álljunk már le. Mindenki jöjjön ide, mindenkit fel kell kapni. Na, gyertek. Jöjjön mindenki. De van, nincs már le az, aki ezt csinálja most. Na most ebből elég lesz. Lőparancson arra, aki ezt... Kicsit állj le. Itt fogok elszédülni. Mindenki tartsa, csak nyomva azt a gombot. Vegye fel mindenki. Azt a derekán. De legyomkodják már ezt a szart. Mindenki nyomja a rádió gombját, de folyamatosan. A rádió gombra feküdjél rá. Jó. Jó, oké. Figyeld azt a kurva. Jó, ja, és tartsuk meg így, tartsuk meg így. Papa, van a bolygónk amúgy. Úristen, ön is fogja meg. Jó, itt már nagyon szindülök, he? Ki kell, hogy felérni a izén. Fog meg te is. Úgy is, akkor még egy valaki fogja meg. Rádiózatok. Folyamatosan nyomja mindenki a gombot. És úgy is tud közbe beszélni. Tud közbe beszélni. Valaki cserél ki az égőt, ha majd vagyok. Csinálom, mehet. Szóval adjátok tovább, mehet az égőcsere. Jöjjenek, akik ott ülnek, azok is. Úgy. Kicsit meleg van. Meleg front várható. Na, rádiózatok, srácok. Hány ingerem van, hely? Rádiózatok, srácok. Na. Vigyázz, elrepülünk. Ez propeller. Jó! Jó! A rendőröknek bevezetni ezt a helikopter rotort. Forradalmasított rotor. Elrepül a város. Na, amúgy, szerintem a legnagyobb mutatvány az lesz, hogy ki fog kitelengedni. Igen. Ennyi, a legfelsőt hát... engedjük már most, nem amúgy. Meg ne próbálj! Szóval engedd el. Na, engedj már ne. Engedjél már! Na ki szervezte ezt az egészet? Ki szervezte? Kihez kell menni? Pontért? Kapitány úr, szerintem vezessék be a helikopterekre ezt a rotort. Kiváló rotor lenne, ilyen forradalmi asszony. Kicsit nyugodjál már meg, szóval érdeklődnék, hogy ez megfelelte egy produkciónak. Aki ezt a produkciót felülmúlja, azt megtapsolom. Megfelelt? Pontozna? Ha, beadjuk. Menjünk még gyakorlatilag. Most ki kell rétékelni, nem? Egy dollár sem maradjon. Majd utána, vagy másik a szádén. Oké, nagy kigáncsolt. Nem, hát pontokat adunk. Jó, hát a vadak zsűrik és rendőrök, ez pont jó. Jaj. Meg kell beszélni.
Ügyet. Izgulva fogjuk egymást. Figyelj már. Ha mindenki adnak közben pontot, ja? Hölgyem. Hölgyem, mikor vágottattál el a videóhaját? Mikor vágottattál a haját? Nekem. Kezdhetem. Na, kezdjük, kezdjük. Mindjárt jövök. Hova megy? Színpadra. Nem, hogy is az államiba. Jól megy az államiba? Nem, másikat, még nem pontoztuk. Na, akkor ki van még jelentkező? Hát, megijedtek és nem mernek jönni a miénk után. Hát, én a főnök urat is benevezném, úgykor hallottam, hogy énekelt. Hát, a miénk után nem mernek kijönni. De én zsűri vagyok most. Hát, meg hagyjál, hogy a főnök is énekel, akkor... Ó, várja. Kapitány úr. Énekelnie kell. Jó, álljon be mellük. Kapitány úr. Mit énekelnek? Mi már vagyunk hárman, nem jön be? De mit énekelnek? Hát amit állom. Én zsűri vagyok. Nem, pont maga miatt szerveztem. Ne legyen hangember, jöjjön. Rendőr úr, válok én maga miatt. Bezzek, hogyha orkolak. Péter, mi a helyzet? Azt már megnyerné. Ja, jöjjön. Én nem tudok, én nekem nincs hangom. Hát az nekünk van. Én is szerintem, nekünk van. Nekünk van. Hány csapat regisztráltál? Maga is jöjjön. Roger, hallasz? Balázs. Úristen, hát de én nem megyek. Én itt zsűri vagyok. Keci, hát én így nem játszok sokáig. Na menjen akkor. Halló? Én nem érek rá most. De ráér. Na akkor megvannak a győztesek, igen. Mi vagyunk a győztesek? Mi vagyunk a győztesek? Kaptam egy ilyen üzenetet, hogy ha a kapitány úr énekel, elmegyek füldugókért. Ezt üzenték itt nekem a fejemben. Akkor ezt most megnyertük? Na jó, hát akkor valaki menjen fel a színpadra, az történjen már valami. Hát de mi megnyertük? Megyek én, várjatok. Engedjetek be. De nem lesz több partjátok. Elő kéne hívni egy hifit, hogy mit, és akkor karakni valami. Elnézést, hölgyem. Minden zenélek. Mikor vágottad el a haján? Na, jöjjön, úr. Nem mi? Én csak táncolni tudok, táncolni. Az is jó lesz. Na. Én is jövök táncolni hát. Jó zene. Jó, akkor lesznek háttér táncosok, de valaki már produkáljon valamit. Viktor Mojibóni. Hát én még egy gyorsan egy bikini felvonulást is megnéznék. Az nincs, majd máláskor. Én amúgy elindítanám a Dance City hiátet egyszerre. Nagyon győztes produkció. Hubertus, nem látom itt. Itt vagyok. Már lehet, nem akarod. Itt lehet. Nem lehetne végletlen lemondani? Nem. Visszalépnénk. Kapitány úr, énekelj már, az ellopták az oroszok a tankot. Hoppá, kettő hív is lekerült. Az oroszok a tankot. Spartai jó! Nekem nagyon. Kamoszadom. Hú, nekem nagyon nagy az így. Spartaiak! Ennyi volt? Melyik köcsög nyomtuk ki a zenét? Sűr az veszélyes. Szedje alá, kaptány úr! Táncoljon maga is! Ez elég jó úgy. Úristen! Már így megy a buli? Hát az a produkció vagy mi? Ja, van ez. Ez valami táncpogatszió? Ez jó, akkor miért? Ő Balázs! Mi ez a tempó? Gyere, kezdjük el egyszerre. Baszd meg a copyright! Ez már késő. Ez volt a produkció? Ó, baszd meg, tényleg. Egész jó. Hát ezt bukó.
Ja, ez volt a produkció. Itt a színpadon vagyok, és lesütött a... Nem kell rámeseket látni. Találtam YouTube-on egy ilyen élő streamet, az már rakjam rádióban. Van egy jó ajánlatom. Ha nem nyerjük meg, akkor előrítek minket. Ha nem nyerik meg... De milyen lehet, ahhoz ki kéne érteni. Jó, van egy ajánlatom. Én éneklek, de én fogok nyerni. Jó, hallgassuk az éneket. Mit tud énekelni? Ez fel is van véve. Hangfelvétel. Hello, hello, gyertek szépen. Hangfelvétel van róla. Valaki. Jó. Ha nem gyerünk, akkor előjétek. Ha meg gyerünk, akkor meg lesz gyerebény. Gondolkozok egy kicsit, várjatok. Roli, merre vagytok? He? Hát még mi nem mi jövünk még, hello. Na, hello. Mentős énekel, nem? Jó, jó. Jó, van, srácok. Én már nem mondom. Mekkora eltestem? Gyertek azt az elég, hogy Armfield van pén. Jaj, gyertek arra! Igen. Na már van itt a kiállom. Én belőle két csor, de így gyerek megeztem. Tudjátok mit kellett volna? Izsák, menjünk hozzá, Izsák. Cheese, kapitány úr! Szóval mi most között nincs még kész teljesen, majd el kell készíteni, de azért előadjuk így nagyjából, ami pedig megvan, és majd megállítom a zenét, hogyha végezt. Rendben, hogy hívják magukat? Úgy hívnak, hogy Nash. Nash, ó, MC Nash. MC Nash, igen. Vagy MC Nash, Nash G. Lil Nash. Ó, Lil Nash, OMG. Lil Nash. Lil Nash, nyomjuk, nyomjuk. Van meg az MC Nostas. MC Nostas, MC Nostas Kostras. Ők a leppelek? Így fog csinálni, figyelj, így fognak csinálni. Ő az a Nostas, a másik közben. Csattog a vaku. Hajrá. Melyik tánc? Mi a ide jöjj, közel jöjjenek, közel ide. Gyere már ide, izéhez. Menjünk ide közel, mert ott nem fog szólni a rádió. Csak kisebb a kurva élet! Várjunk, mindenki jöjjön ide, mert... Le fogok, ilyen messze. Ilyen messze szól. Vegyük körbe, vegyük körbe, vegyük körbe. Hát nem működik a halkító gombolat. Nem működik el. Nem is baj. Meg mi csak örülünk. Az túl kombinált, túl kombinált. De nem lesz olyan hangos szerintem, nézzük meg. Hú, bassz, elnézést kérek, de... Majd mindenki halkítja magának a fülhallgatóján. Jó van. Mi az a fülhallgató? Itt a fülhallgató az, amit a fülünkben van, van. Itt azon megy mindenkinek a zene, most vezettük be ezt az új rendszert. Ah. Jó, belecsempésztétek a fejembe, mi? Ha. Pedig jó, megy, hallunk titeket. Mindegy, jó ez. It's getting serious on this track, man. Nagyon akad, az a baj, hogy valószínűleg sok ember miatt, vagy nem tudom, valami meg kell gyújtózni a smagadó. Nekünk jól megy. Nem kell kifogászt, nem kell kifogászt. Én nem hallom. Ezt ismerem. Az. Hallom a zenét. Ez jó. Az jó, én nem hallom a zenét. Én meg nem hallom a szöveget. Én is hallom a zenét. Hát erről olyan szöveget írtam régy, ja. Akkor csak mondjuk el a szöveget? Na. De mi hallottuk, az én hallottam meg. Én is hallottam. Én is. Nekem a Magnó sincs itt. Valaki állottatok újat. Most szól megint. Hát, ez ennyi volt. Valaki fázik, tudok rajta segíteni. Csináljátok már, nincs elég hely a memóriakártyám. Hát az még filmes papu. Halljátok, gyertek idén. Ez egy jó. Mi lesz ma? Halljuk. Hát az mínuszos. Megint előre kezdjük. Először mínuszos. Jobbják, gyertek előre. Vagy elküldjük valakinek Discord applikáción a linket, és ő bejátsz a rádiót. De hallottam az előtt csinálját. De mi halljuk az előtt. De mi nem halljuk, tehát nem tudjuk, hogy mikor mondjuk. Hát én indítsátok el magatok. Oda pisálhatok a kamerára. Ugyanakkor indítsátok el. De mi hallja a zenét amúgy? Igen.
Mi van? Mi halljuk. Küldj egy linket, azt leszek akkor a DJ. Valaki akkor rakja be. Hát de az úgy nem, hát az így rádióból be tudom rakni, az úgy jó. Jött a tor. Hát egy kiább métolkoz főnök. Glögy, 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 glögy. Úst, ez ki volt? Á, kicsi kírai. Ez már letorkozta egy csík. Ez kajak legyen valami. Aha. Na mi újság? Aha, gyász az egész. Á, nem indultak el. De küldjék el a linket akkor. Küldtem neked azt, amit be kell izé másolni a rádióba. Hát akkor majd, ha mit oljuk. A kapitány úrnak. Ja, jó. Oké. Okay. Úristen. Akkor valakinek a torkába szólt. Ja. Muszáj! Durva lesz! Pacekba! Na hajrá! Én mindjárt jövök! Nyomjuk! Jó, na hajrá! Elvitték a kocsimat? Kivittem! Elkaptad a cseg? Csíki! Na, ott aha. Van a kocsim! Csíki! Na! De ki énekel? Alatt megint rövid, ha jók vagytok mindjárt lányok! Igen, nekem is! Sőt, akkor álla van mindegyik lánynak, hogy az hihetetlen! Ja, amúgy! Álba vágjalak! Na gyere! Tedd fel a kezed! Hát Géza, én már újraindítottam, na áld lesz a baj! Hát én meg ma háromszor telepítettem újra. Én most nem hallom. De most én nem hallom, jaj. Én sem hallom. Most meg én nem hallom. Nincs is a földön a magnó. Nem hallom. Hát a földön a magnó. Itt egy magnó. Várj már most, ki reppel akkor? Most ő fognak reppelni. De szól, majd valaki berakja a torkába, ja. Na muti, 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 muti. Hol van a boombox? Valaki berakja. Elindítom, csak rakd le a boomboxot. Ó, na nem tudom. Várjál, lerakok egy boomboxot. Próbáljuk meg hátsz, nálad működik. Ha nem, akkor meg csak elmondjuk a szóval. Szóval, jó, most jó. Szóval. Te hallod? Mindenki? Szól? Nálam, igen. Nekünk meg ahhoz van. Én meg sem tudom. Ugyan, hosszú baj, az van búzni, baj. Szkrrrr! Na mi lesz fel? 2-0-20. 2-0-20. Na? Eeeh, de ennyi van. Nyomjuk. Na most hallják? Mehet. Zsamó. De mi halljuk végig? Jó, elfogyott a hely. Most jó, most jó. Halljuk, halljuk. Most jó. Tolják, tolják. Akkor csak mondjuk el a szöveget, tesó. Csak ne húzzuk már mindenkinek az idejét. Na, most halljuk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Mehet. Azt most félretek volna. Gyerünk már. Most jön a drop, most 3, 2, 1. De akkor ugassatok! Na! 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 Bocs. Nekem jössz. Bocsánat. Te meg nekem? Hát én megtehetem veled, szóval meg. Elnézem. Elnézem. Ilyen sok volt ez, bazd. Ennél a mi produkciónk jobb lesz, legalább az a limbo. Akkor miért nem azzal kezdünk? Miért nem azzal kezdünk? Amíg... Svárj. Na. Jó. Én nem van a produkció. De szó kezdett! Szelektív hallás. Azt a kurva! Ez mi? Ez most mi? Mi a baj, Sven? Tesó, miért kell hátratarolnod? Én nekem nem ott voltam, nekem elém jött. Konkrétan hátra, mint a gyerek hátratarolt a csávon. Na, mondjad, haladhatni a következő produkcióval. Nem lehet semmit csinálni. Na jó van. Következő produkció. Ne rabolják itt az időt. Kezdődjön a verseny inkább. Nézzük a szépségbeesek. Na, 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 gyere, mindentől ne öregülj. Mutatjuk a többinek meg Misztát. De nem, csak az ő szava dönthet. Mindentől, gyere már vissza. Na, akkor most akkor? Mert úgy van gyerekek, hát ez bekucsolt, hello. Na, hol a két ének? A faszomat, Geci, hogy nem lehet egy kurva produkciót előadni.
menekül az ember. Na, lassan már felelt, hogy akkor szállingoznak ki. Áh, itt a keményen a kocsik elé. Ííí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 
Adjál pénz javításra. Milyen javítás? BMW motorod van, van miből kifizetni, adjál pénzt. Ha a tementének láttam. Figyeljél már ide. Milyen tementé neki? Nézzél már rá milyen felfestés van. Előztem, bazd meg. Nézd már meg, de nem is jöhetsz át a sávban. Bazd meg, előztem. Mondom, hogy nem jöhetsz át a sávban. Mit? Dupla záróvonal. Figyelj, akkor innen el lehet tolni a biciklit. Milyen biciklit? Be lehet fogni, szépen lassan. Azt a szart, told már el innen. Be lehet fogni. Na, figyelj, boxoló vagyok. És akkor mit kezdjek vele? Rendezzük le. Én meg normális ember. Hát. Nem lehet egy kibaszott produkciót eladni, vannak olyan fogykosok, akik fognak, azt hátratolnak a gecibe. Igen, bazd meg. Igen, ez a fogyatékos is itt, aki igen, magyarázik. Igen, geci, pont anyád. Megjön a motoromnak. Mit kell magyarázni tököt? Na mindegy, húzatok majd innen vissza anyátokban a csöcső. Ne legyen ekkora pofát a szarház. Na gyere, bazd meg, ha nagy kemény vagy, na gyere. Menjünk. Hova? Itt menjünk. Állok kint, nem elég? Jó, várjál a gyereknél. Várjál, a gyereknél fegyver van, melyek megmondom a rendőr. Még. Van rá engedélyem, teljesen mindegy. Van rá engedély, úgyhogy rábasztatok. Hát itt nagyon nem. Annyi... Tudom. Ugyan. Figyeld, Bornd. A zsűriknek. Mi van? Zsűrik. Hol van az a két csöves? Mi? Milyen két csöves? Gamarások belénk álltak. Hol most? Aha, képzeld el. Hol vannak? Nem tudom, hol vannak. Nem láttátok azt a izét? Menjünk így lent! Hova mennek? Ez nekünk való! Gyere már, húzzuk meg! Elnézést! Merre mennek? Mondja! Vaj van? Csak mi azt van? Lerepült valaki onnan fentről. Menjünk, ez egy szavar el. Autrohodel! Cső! Hol vannak a gomorás? Itt vagyok a kocsiuknál. Na az meg nem hitték el, hogy van rengedélyem. Na, itt a kocsiuk. Bicsköljük már meg. Melyik? Ez itt, ez a kis üzé, Wartburg. Wartburg. Ne, jön a rendőr mindenki. Hárjuk meg őket. Hova tűntek? Miért kötözködtek amúgy? Nem tudom. Figyelj már, Sven, hol vagy? Vagyok kint a parkolóba. Neki mentek a motoromnak, te. Kezdődik a banda háború. Most akkor csinálunk valamit? Csikim! Figyelj már a végén előadhatjuk a zsűrinek meg Mokkának, mert vannak olyan fogykosok, akik tönkre teszik az egészet. De most is én csináltuk. Eltűntek ezek a vagányok, he? Eltűntek. Mit lehet tudni elő a autódot, itt lehet eltűnni? Miközben énekeljük, hogy mondjuk. Ott a szem, mert nem tudja hova kell mondani szerintem, mert pont úgy kell. Meg valaki... Ezt így nem lehet. Az a szőke köcsög valami, izé, nem tudom milyen. Ez most nem így megy a szőke köcsög. Ott vannak azok a buzik? Ott vannak. Gyere már. Na mi van szalonna? Mi van szalonna? Ha van, akkor legyen ingyen. Egy gratis merch, épp pulame vorbe. Mi van szalonna, hallasz? Mi van veled? A szalomot ott még ki kéne fizetni.
Te, ezek a büdös búzik úgy megijedtek, hallod? Nem mertek kiállni. Gyere, meg, utánuk megyünk. Az meg, hogy nem hall el engem meg mindig. Ez így nem van. Menjünk utánuk. Hallod, gyere. Leszámolása, izékeltek a sokkal. Vétel. Hallod a... Halljátok, el kéne kötnünk a... Vagy el kéne kötnünk a Wartburgot. A gyerekek Wartburgját, nem? De már elmentek, egy másik autóval. Másikkal? Hol igen, vannak? Igen. Nem tudom, most jöttem ki a városba, megyek le autópályára, próbálok utánok menni, de... De nem láttam őket, de szét fogom őket lőni. Jönnek vissza, autópályán. Jó, megyek. Azon az autópályán vannak, mennek ki a farm felé. Hova kell menni? Farm felé mennek ki. Töltessék. Farm felé autópályán megyünk. Mit csinálunk most? Kergetem a gamorásokat. Ja jó, megyek. Ezek a gamorások? Ezek azok? Nem tudom, egy autó, ami megy előlem. Átment a szembesávba, megyünk visszafele a városba, szembesávba. Rendben. Jövök most, most normál sávba, hogy megyünk vissza a városba. Láttalak titeket. Megyünk be a városba. Jövök utánatok, mindjárt. Lehet, hogy lemegyünk a motel felé, nem tudom, de lehet a szembesáv. Nem megyünk tovább a város felé. Kórház. Erre vagytok, Bozsi, nem látnak. Kórháznál, alsó kórház. Most megyünk át. Most megyek át a városon. Milyen autóval vannak, jót megy? Ez így most megyek be a rendőrséghez. Itt jön valaki még autóval. Egy szürke valami. Most nem tudom, hogy ez az-e. Smart. Nem. De az, aki... Megyünk vissza, megyünk szembe feletek, megyünk szembe veled. Most ez az. Nem a Smart, az vigyázz. Ez az, akkor után megyek. Hol vagytok? Ez a Porsche, visszafele megyünk. Szerintem ez Porsche, de nem ember voltak. Porsche, rálőhetek? Ne, én sem lőttem. Most mehetetek az autópályán? Aha. Látom. Ráugratott a pályára. Szén voltam. Ja. Én gyorsan utalértem ezt a szart. Ha elkapjuk őket, akkor viszont izé, váltunk egy államit. Nehogy szembe jöjjenek. Állítsuk már. Nem állnak meg, hát mit lőjünk rá? Ne. Nincs, nem vagyok mazmogani kursakba. Más, hogy nem lehet. Sisak az megvéd. I believe, vége! Ezt most ki fogom nyírni. Bosszú lesz. Hogy írják a Porsche-t? Így írják a... Remélem jól írtam a Porsche-t. Bazzeg, nem. Kurvára nem. Gyerek?
az igazándiból a real life, ez vége. Meghaltál volna szerintem, mondjuk a bokorra estem, tehát. Bazsi, merre vagy? Elmegyek. Na jó van, gyereke. Nem jó ez így. Se bolt, se semmi. Ha? Nem jó ez így. Az a buzikat kéne a kézre keríteni, ilyen friss frakciósokat. Egyszer nem láttam még őket a városban. Ha? Hát megpuccáltunk, gyerekünk. Megpuccáltunk. Jön ma még szent. Miközben komoly egyensúlyt ad a város. Leafkolok, óránként egyszer feljövök, és egész sokat ad. Persze nem arra a 10 dollárra gondolok. Hát ez nem hiszem el. Hogy így meg kell pucolni, ha akkor reggel. Nap mint nap velünk. Van itt nálunk legális, illegál, mindegy, hogy hol vagy, mert vár rád a halál. Farm, Gamora, Mafia, Crips, a kisvegyesben mindig olcsó a chips. Westside RP, a közösség király, Mokka és csapata sohasem lazsál. A támogatók által a város épül, mindenkinek jut a sok-sok donétből. A mentősök miatt az élet kafa, nem maradunk a földön, a vérünkbe fagyva. Michael Di Pasca, a rendőrök feje, ha kerget, úgysem menekülsz előre. Izsák, adom. Izsák, aki céklát evett, mostanra már a sírjában fekhet. Aci és Tatra, a maffia atya, a rendőrök keresik, de nem hagyják abba. Tony Black, a szerelők sztárja, mindjárt jön a nagy adag számla. Géza, Roli, a farm nagy buli, sok a bulka, ha nincsen róka. Ennyi lenne. Hát gratulálok. Jó kis mókás szöveg. Köszönjük szépen. De azért egy jó kis beatbox elfért volna mellé. Igen, igen lett, alapból ezzel a zenével lett volna, csak hát itt késik mindenféle, úgyhogy... Hát a Lazarus lésze otton két szigén. Nekem is. A Michael Paszkás rész az nagyon tetszett. Igen, igen, szerintem. Szerintem megvan. Mármint? Én ezt meghallgatnám zenébe is, én felvenném. Az igazság, hogy szerintem a héten még meg lesz. Szerintem jó. A lemez lelk, hogy van egy stúdió, lehet, Latina. Hogy tudunk egy stúdiót, képzeljék el itt a városba intézni. Ijjaj. Na. Megnézzük. Minden miért nincsen mantis? Ágyak, kenyő volt már, már unom. Az már nem hiszem el, hogy senki az már.
Bocs, srácok. Elég, nem. Nincs kedvem, bocs. Jók lehetek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok.